6 óra 8 perc, jó reggel, szevasztok drága hallgatók, hello Laci! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, Gyuri, szia! Jó reggelt, hello! Hello Anett, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! A reggeli pacsizásból kimaradt Atti, mert valahogy elhúzott, valószínűleg oda, ahol biztonságban érzi magát. Igen. Igen. Meg rengetegen írják, hogy reggel, én nem hallottam, hogy a más, milyen arcok, nem másnapos, ismeretlen arcok. Ismerős arcokat nem lekeverte valaki, hanem egyszer leállította és első emeletet nyomott rá. És hogy ezt írták, vagy tizen. Igen, én is fültanúja voltam ennek a kis mutatványnak. Ez egy technikai hiba volt. Igen? Te mit tudsz róla, Lacika? Hát, átugrott. Átugrott. Jó, nem kell, nem fogok kivégezni senkit. Nem akarok senkit. Ó, hát azt nem lehet tudni. Ja, és ezért nincs benne a ti? Majd a jegyzőkönyvbe leírjuk, hogy miért történt ez, de... Kenjük arra, aki nincs itt. Másra nem is lehet. Jó, de hogy lehet? Az állatmenet, hogy hoz ki egy kutyát, aki fél a sarokból? Hát, csalogatott táppal. Majd akkor becsalogatod Atit? Az a baj, hogy tudja, hogy mi vár rá itt, ha becsalogatom. Na, mindenkinek köszöntem? Igen. Anett, neked is köszöntem? Igen. Jó, oké, annyira... Nem tudom. Nem baj. Szét vagyok esve. Megzavart ez az intermezzo, igen. Jó, sokféle SMS érkezett. Üzenem az összes verbális pogózónak, hogy figyeljetek, többen vagyunk itt rajongók, és végül is ti nekünk a sor végén vagytok. Laca Biáról. Majd is lesz, biztos. Jó reggelt, Bocskor tím, a tegnapi Vogarovat mindent vitt, amikor a gyümölcsoltó boldogasszony napról beszélt, majd megszakadtam a rögéstől, amikor a kacorodat is elővetette veled, na ott a fetrengve sírtam, még jó, hogy vezettem. Ja nem vezettem, elnézést, nagykozári volt ez. Aztán Főni úgy tűnik nem vártak vasárnapig, ahogy a jó Horthy úr jósolta. Tegnap bejelentették, hogy a nyártól már nem Tuchel a Bayern edzője. Oh. Szólni kellene neki, hogy Kumbaján tart, tártkarokkal várják Dobre Morgan Tonyó. Sajnálom én ezt valahol, de érthetetlen, hogy működik ez az edző. Egyik helyen működik, másik helyen nem működik. Sőt, egy helyen is működik egy bizonyos időszakig, aztán hirtelen nagyon nem működik, és akkor elkergetik Bottal kaszával. De tényleg Bottal kaszával, tehát akkor tényleg ez a dolog, húz innen. Vissza ne nézz. Azonnal. Igen. Én is olvastam, de hát ugye még nem tudjuk, hogy ki lesz az utód. Aztán Gabi bátyám, jó reggel, tegnap délután nem akartam hinni a szememnek, a tó mellett lévő kutyaházba befészkelt egy vadkacsa pár. Már csak eszéhányzott, a jóisten nem szerethet engem, üzeni a McLaren-es. De nagyon szeret, pont azért. Kutyaházba fészkelt egy vadkacsapár. Most igen, akkor mit csináljon? Hát hát van egy kutyája is, aki szeretné, hogy a kutyája használ a kutyaházat. Venni kell neki egy másik oldalt. Szerintem intézel a kutya. Dehogy is. Figyelj, a természetre kell az ilyet bízni. Igen. Az erősebb marad a házban, így van. Szerintem azt használni egy kutya, akkor nem tudtak volna oda befészkelni csak úgy. Hát a kutya hátára nem fészkel oda. Szerintem az egy használaton kívüli kis házikó, és az tök jó. Szerintem. Igen. Most a szerintem, mert nem oldjuk meg ezt a természetbéli háborút. Ja, hogy ez legyen a vége, mindenképpen. De mi a megoldás? A béke. Béke és az állatok szeretete. Az mindig megoldás. Tudom, nem lehet az állatok szeretetére, akkor átveszik a földgolyót tőlünk. Így van. Igen, őrizd jól a földgolyót. Nem, én nem vagyok annak a híve, hogy az állatok visszahódíthassák a területeket, amiket már jókkal elvettünk tőlük. Láttad a majmok bolygóját? Mi? Láttam a majmok bolygóját, igen. Egész gyerekkorában ezt nézte, ezért ilyen traumatizált. Ez szörnyű egy film. Ezzel riogatták, megmutatjuk a majmok bolygóját. De tényleg, hát én emlékszem, Tiszacsegén beköltöztek denevére a ház teteje alá, de egy egész sereg. És szegény barátom, mi, ugye, aki a ház, neki ő jól és helyesen akart eljárni, tehát nem egy ilyen ózongenerátor, vagy méregszprével, vagy bottal próbálta kiűzni a denevéreket. Kultúrember, igen. És felhívta az állatvédőket, hogy ilyenkor mi a teendő. És képzeljétek el, hogy le kellett fűrészeni a tetőnek egy részét, elköltöztették kvázi a denevéreket, és mindez saját költségen kellett újra helyrehozni. Az gyönyörű. Nem viccelek, ez volt az eljárás. Tehát azért mondom, hogy itt nincs rendben az a dolog, hogy itt az állatok elhódíthatnak tőlünk dolgokat. Ott is voltál, és ezt láttad is, minden? Hát magát a denevérek elűzését a finom módszerrel nem láttam, de utána mesélt el. Én ott voltam, és én jeleztem, hogy van denevér, mert állandóan ott ilyen furcsa, milyen Batmanek rohantak be, amikor kiléptünk a teraszra. Szegény ekkora melót, és minden mellett még hányszor meg kellett hallgatni a majmok bolygója elméletedet. Volt ott elég baja. Nem, én azt gondolom, a McLaren-es ne hagyja magát. Tehát ez a vadkacsa nem is olyan ritka állat, ugye? Nincs gyűjtő értéke.
Az egyik legcukibb. Vagy eszmei, vagy milyen? Egyik legcukibb. Eszmei értéke van a vadkacsának? Van, hogy ne lenne. Mi? Nincs eszmei értéke a vadkacsának. Egyik legcukibb állat. Cuki állat, de hát rossz helyen van. Hát ez mindennek van. De, rossz helyen van, Gyuri. Lehet, hogy vannak már kicsinyei, ugye, hogyha beköltözött a család. Most jön a megható része a dolognak. Meghallgatom, tessék, igen, vannak kicsinyei, igen. Igen, és hát mondjuk... Abból lesznek nagyok. Nagyok, igen. Majd újabb honfoglalók. Utána majd elmennek, de egyébként a páva mellé simán odaférnek még a kiskacsák is. Meg a kacsamama, kacsapapa. Nem érted? Az egy kutyaház, ahol lehetett árolni kosárlabdákat, szerszámokat, jó, kutyát. A kutyát. Jó, kutyát. De hát azt gondolom, hogy tényleg, amit a Gyuri is mondott, hogy valószínűleg ez egy üresen álló kutyaház volt, ahova ők bemerészkedtek. Hát azért, mert a kutya kijött egy kicsit. Nem, hát... És pont akkor, hoppá, nem, a barátom a majmok bolygójával már arra gondol, hogy a McLaren kijön a házából, már azt is el fogják majd foglalni. Tehát de lehet, hogy holnap már azt írja, hogy neki már nincs otthona. És a paphoz kell, hogy költözzön. No, paphoz ne költöz, de és szerintetek ez így rendben van, ugye? Szerintem igen. Tehát rendben van, hogy akár igen. A te házadat, a te gyönyörű zuglói lakásodat mondjuk elfoglalná valamilyen állatfajta? Az egy kicsit más. Úgy gondolod? Igen. Igen. Hogyha ki lenne egy kis kutyaházam, és nem használná a kutyám, hát akkor azt elfoglalhatná a vadkacsa. Nekem is vannak ott vadkacsák ott a patak partján. Jó, kívánok Isten neked egy sereg denevért. Jó! Na, mit üzennek még, Gabi bátyám, jó reggelt? Igen, ez a kacsa volt, aztán jó szerencsét ezúton szeretném megköszönni, hogy Erdős Laciék féle uborka fetisizmusa mellett megismerhetem Lovász Laci mindennapos csikungozását is. Kovács Kovi István már csináltatja a legújabb polcot a közelgő Oscar díját adására. Jó, tehát te ebben vagy ilyen, értem. Jó reggelt, Bocskor Team! Tegnap használatban vettem az új telefonom, még Bocskor szűz. Gondoltam, felavatom. Szép napot, Zoli a téglás. Ja, Isten hozta a telefonodat is közöttünk. Egy hallja. Morgan, nem csak mi vagyunk másnaposak, valaki nálatok is? 5.44, nélküled szám félbe hagyva, legjobb zenék, Petyero. Hát a másnaposságra nem tudok válaszolni. Én például tegnap voltam baráti körben, finom kóstolgatás volt, és de időben abba hagytam, beültem a taxiba, már 9:40-kor ágyban voltam. És itt az említett balesetnél még nem is voltál az épületben. Tehát, hogy nem is voltam az épületben, így van. A másnaposságot meg magamra nem tudom most, Ati. Sajnos én sem vagyok az. Sajnos, igen. De még be akartál valami, még valami. Szegény Lacika nem volt szándékos. A Gyuri ide-oda lögdösi a mikrofonálván, csak a Lacika ül Ati és Gyuri között, és úgy fejbe ezt a mikrofonnal. Mit szerettem volna bevallani? Az ismerős arcokkal kapcsolatban. Az én technikai hibám volt, miközben átkaptam. Mit üzensz a hallgatóknak, akik számon kérik ezt most, mert kb. 10-en írtak. Megtalálják a YouTube-on. Oké, okay, jó. Ez egy jó válasz. Igen. Nézzük Anett időjárás jelentését. Azt üzeni, megérint bennünket a változás. Szele, borongós, szeles és esős napok várnak ránk, de legalább bőven 10 fok felett maradnak a maximumok. Jó hír, hogy a hajnalok már fagymentesek lesznek. Ilyen idővel készüljünk a péntekre és a hétvégére is. Hétfőre már több napsütés ígérkezik. Szuper. Gerzson névnap van. Ó, boldog névnapot Gerzsonnak, ami volt kollégánknak. Neki, igen. Aztán ma van a bűncselekmények áldozatainak napja. Igen. Hát igen, ez nem egy vidám nap, de hát oké. Okay. Aztán ma van a cserkészet világnapja is. Ki akar cserkész lenni? Hát akit eszem, a szülei kényszerítenek. Igen, de hát az egy fokkal jobb, mint az úttörőnek lenni, nem? Hát az biztos. De ott tanulsz valamit az életről. Hát persze, hát, mert ez ilyen túlélő tábor, túlélő, nem ez a cserkészet. Igen. Kizavarják őket az erdőbe, és akkor fából kell faragni házat. Nem tudom. Igen, ez a cserkészet. Igen. Azt hiszem, igen. Igen. Ez Amerikában nagy divat. Amerikában is, de Nyugat-Európa néhány országában szintén. Tehát, sőt, nálunk is voltak cserkészek, még az a rendszer. Jelenleg az előző rendszer előtt. Ilyen jelvényeket gyűjtenek, meg csapatba verődve csinálnak dolgokat. Aha. Ez egy ilyen pre-militeri történés? Szerintem igen. Szerintem igen. Oké, 117 éve először használtak taxiórát. Az autó egy Renault volt Londonban. Igen. Elég komplex. 75 éves lenne a mai napon Niki Lauda. Igen. 65 éves Szerednyei Béla, és 49 éves Drew Barrymore, és 50 éves James Blunt. Micsoda születésnapok ma is. Igen. És büszke vagy a mai teljesítményedre? Nem hagytam ki senkit. Jó, aztán nehogy az legyen, hogy valamelyik tankcsapdatag éppen ma ünnepel. Ajaj.
most van éppen Lukás Laci pótszületésnapja, és nem tudod. És a Beatles-el sincs semmi. Igen, és három tagú a tankcsapda, tehát nem tudhatod, hogy mikor csap le megint egy egyszerű nap. Dombóvár plusz 3 fokos, és plusz 14 lesz, és napsütéses. Mező túr 6 fokos, 10 lesz napsütéssel. Calgary mínusz 1 fokos, ők is jönnek föl, és plusz 8 lesz, azt a mindenit. Napsütés ott is, Miskolc 4 fokos, 9 lesz napsütés, Budapest most 2 fokos, de itt 12 lesz, és itt is nap. Oké, na, hát mit mondjak én nektek, gyerekek? Ez furcsán jött ez a dolog, amit mi ma közösen el fogunk követni. De szeretni fogjátok. Igen. Már nem is tudom, hogy honnan jött a téma, de azt tudom, hogy nemrég én kaptam egy naptárat, amely a régi SL Mercedesek különböző fotóiból áll. Ez az a Mercedes, amit ugye itthon Bobby Mercinek hívnak. Bizony. Az a cabrio kis roadster, tehát egy nagyon klassz kis a 80-as évekből. Az a kicsit ilyen cápa-szerű az orra, nem? Na, mondhatjuk olyannak is, aha. Igen. És gyönyörű ez a naptár, és akkor mindenki, jaj, Bobby Merci, Bobby Merci, Bobby Merci, és akkor egyszer csak mindenkinek eszébe jutott ez a dallam. Sikerült egy olyan beállcást találnunk, ahol a dobgép szétcsap mindent. Hát ez így volt. Várjál, nem, mert azért ez tud jól is szólni. Ez nem az. Ez nem az, várjál. Sokkal jobb verzió. Várjál. Tényleg tud jobban szólni. Mert legalább nem csak a dobost hallod. Ez igaz. Szóval mindenki ismeri ezt, ugye? Igen. Igen. Na, és akkor egyszer csak Anett, te voltál az, aki felsikított, ugye? Én, igen. Hogy ezt még nem csináltuk. Nem csináltuk, és akkor úgy éreztem, hogy na, akkor itt az idő. De mondd már ki, hogy mit, mert én nem mondtam. Hogy egy kvíz. Jöjjön egy kvíz. Kvízt kell csinálni. Én is nagyon szurkoltam, hogy gyorsan leplezzétek be, mert elég félreérthető, hogy mi az, amit mi nem csináltatok, és Bobby Merci, csináljuk. Bobby Merci, csináljuk. Nem, igen, annyi ilyen kézenfekvő dologból, és tudjátok, hogy mi a kvíz témával nagyon óvatosak vagyunk. Nem olyanok, mint ezek a különböző internetes portálok, akik már az anyádból is csinálnak kvízt, hanem mi nagyon-nagyon finoman válogatunk, tényleg olyan kvízeket csinálunk, ami mindenki ismerhet, mindenkinek van valami emléke ezzel kapcsolatban, és érdekes módon ez a Dallas, ez kimaradt. Igen, pedig, hát ez péntekenként volt, heti egyszer tudtuk nézni, és akkor ült az egész ország a tévé elé, hogy jó, amihez nekünk semmi közünk, és nagyon messze van, mi van ott Texasban? Hát igen, itt most kirakott a Lacika egy képet a Dallas családról, itt mindenki tudja, hogy kit, hogy hívnak? Igen. Én csak a piros ruhásra vagyok kíváncsi nagyon. Az Lucy. Lucy, de ő 1,40, tehát ő a... Nem vetted el továbbra sem az érdeklődésemet. És ez csak a melbősége. 1,40 és 66 éves. Ma már. Halló, de akkor? Hát itt már majdnem mindenki halott. Halott. Jó. Na mondjátok, tudjátok kik? Igen, tudom. Na, balról mondj. Jó, Lucy, felette van Samantha mellett Jock, az öreg Jock, utána Pamela, Bobby, Ré, és alul pedig a Mami Eli. Óriási vagy, Mami Eli. Igen. Na jó, hát velük fogunk játszani, gyerekek. Hát igen. Szóval ez egy kvíz lesz, Anett állította össze. Én nem voltam nagy Dallas rajongó, bevallom, és miután én a német tévében néztem nagyjából akkor, amikor csinálták is ezeket, és ti ugye azt hiszem 10 évvel később néztétek. Hát igen, hát a 90-es évek közepe körül. Igen. Tehát én még tök kicsi voltam, és arra emlékszem, hogy erre a dallamra nagyon, meg egy-két karakterre, de úgy különösebben nekem sincs meg, szóval hogy ez izgalmas lesz. És ugye nekem meg azért is fura, mert akkor még nagyon vigyáztak ránk a film importőrök és a magyar filmcenzorok, és ezért igyekeztek is a Dallas szereplőinek a nevét a sorozatból lefordítani nekünk még emészthetőbbre. Tehát nem viccelek, tehát hogy a Jockey az ugye igazából J.R. Ewing. Így van angoloknál, németeknél is J.R. Ewing. Nekünk lefordított Jockey-ra, mert mi ezt nem tudjuk ezt használni, ezt a J.R. Ez felfoghatatlan, ez a J.R. hogyan? J.R. J.R. Ewing. Így hívták, hey J.R. Mindenki így szólt a J.R. És akkor nálunk Jockey lett, és ez engem már összezavart. Aztán ott van Samantha, ugye, az igazából Sue Ellen.
Hú, mi lett volna abból itt Magyarországon? Igen, mi lett volna a Sue ellenek hívják Magyarországon? Ettől megóvtak bennünket a filmcenzorok, és ezáltal nem vagyok benne biztos, hogy az összes többi név stimmel. Így nagyon nehéz lesz nekem ebben a játékban részt venni. A Bobit tudom kötni a Mercedeshez, tehát azzal meg vagyok. Jó, tudjuk úgy csinálni, hogy majd nézed a képet, és Anett megmutatja a név után, hogy melyik szereplőre gondol, mert lehet, hogy te nem ugyanazon a néven ismered. Mindegy, én abszolút részt veszek ebben a quizben, tehát nem akarom ezt most így kikerülni. Nagy bajban lennénk. Csak nem biztos, hogy sikeres leszek, és a Laci amúgy is megőrül, ha nem ő nyeri a quizeket, tudod? De a Dallasszal én megőrülök egyrészt, nem csak a quizektől, de hogy a Dallasban az a nagyon durva, hogy mérhetetlen mennyiségű epizód van belőle. És így az ember tudja persze a karaktereket, meg nagyjából a sztorit, de annyi minden történt. Tehát ha most arra jönnek kérdések, akkor... Igen, de a Laci gyanús volt, mert itt adáson kívül még itt üldögeltünk, mert megkérdezte tőlem, hogy de segítettél Anettnek összeállítani kérdéseket? Akkor nem tudott te se a válaszokat, ugye? Akkor jó. Komolyan? Persze. Nem, hát a Laci készül. Ugye alapvetően nem nagyon szeret készülni erre a műsorra, de ha kvíz van, akkor ő már tanulmányokat végez előző este, hogy itt ő nyerhessen. Hát igen. Ne baj, de nincs kupa, nincs pénz, tehát... francba. Én meg tegnap este 7-től végignéztem az összes részt. Na jó, tehát Dallas quiz, gyerekek, nincs mese, 7 kérdés nekünk, 3 kérdés marad majd nektek, ahogy szoktuk. És a másik pedig, képzeljétek el, Jákob Zoli barátunkról olvastunk valami nagyon érdekeset. Jákob Zoli, tudjátok, ő volt a nagy, ő amúgy ő vállalkozó, és egy nagyon jó fej, és azt olvastuk, hogy Zoli kiment Svájcba, és szerzett magának plusz 7 évet. Tehát pár napot volt pedig. Szerzett magának, tehát az életéhez hozzácsapott még 7 évet. Tehát, hogyha nem lett volna Svájcban, 7 évvel előbb hal meg. Bármikor is hal meg. De még van plusz 7 éve. Van még plusz 7 éve. Igen. Tulajdonképpen igen, részt vett valamin, amiről azt mondják, hogy élethosszabbító program. Bármit is jelentsen ez. De hogy konkrétan, tehát a svájciak nem szaroznak. Nem. 7 év, Zolikám. 7 év, amivel most hazamész. Nagyon komoly. Hát ez a Svájc egy ilyen nagyon ködös, misztikus hely, mert világsztárok is járnak oda. Igen. Egyébként ilyen csomó órák jönnek onnan meg. Élethosszabbító műtétre, ilyen beavatkozás. Nem is beavatkozás, nem. Ez valamit csináltak a Zoli, valamivel kapott plusz 7 évet. És nyilván mindenkit érdekel, hogy hogy tudnék plusz 7 évet hozzácsapni az életemhez, nem? Mindenki szeretne, majdnem persze, mindenki szeretne tovább élni, mint ahogy, nem tudom, az Isten ezt neki megadja. Hát, hogy Svájcban tudják, de ha nem is kell utazni Svájcba, az lenne a legjobb. Na jó, ezt kipróbálta magán, aztán valami ilyet is mondott, nem tudom, hogy ez nem egy reklám dolog-e a részéről, majd meglátjuk, hogy ő ezt szeretné, ezt a módszert itt bemutatni, vagy nem tudom mi. Igen, mert ha esetleg az, akkor rajtunk kipróbálhatja végül is, tehát ráérünk. 7 év az nem semmi. Igen, és ha meghalok holnap, akkor az lenne a verdikt, hogy hát 7 évvel előbb haltam volna meg? Akkor ezt így, tehát jó, mindegy, a Zolival megbeszéljük. Egyrészt már ő azt mondja, a fiatalabbnak érzi magát. Tehát ez nem szépítő kúra most, tehát mint a kozmetikai beavatkozások, a szépészeti beavatkozások, hanem hogy frankon megfiatalodsz. Utoljára Rolling Stones-nál hallottam ezt, hogy Svájcba mentek vércserére, és aztán tudták folytatni az életüket. Ez az. Igen, és az mindenki arra, hogy annak tulajdonítja, hogy még mindig ennyire működnek, de hogy ezt a 7 évet valaki ennyire konkrétan hogy tudja megírni, mire alapozva, meg hogy mi ebből a kézzel fogható, hát azért az nagyon érdekes. Mert igen. Én is tudom neked mondani, hogy gyere, bizony jogázunk egy kicsit a matracon, és 7 évvel tovább fogsz élni. De hát attól még ez nem történik meg. Hát igen, ezért fogunk beszélni az Olival, hogy ez most pontosan micsoda. Tehát, hogy ez most megint egy ilyen ez a egyér zeller szárad fussál 8 kilométert minden nap, tehát, hogy ez, mert akkor jó. Hát, így akkor holnaptól mi is. Így mindenki tud 7 évet csinálni. Ez így könnyű. Ez így könnyű, vagy valami tök más. Igen. Jó, Jákob Zoli ezt elmondja ma nekünk. Aztán Vályi Pista azt gondolja, hogy most kell velünk beszélnie, hogy ne túl gondoskodjuk az autónkat. Tehát elkövethetünk hibákat, hogyha... Hogyne, de még mennyit? A motormosás, meg mindenféle. A motor, mindig tele tankolás. Ilyenekkel fog jönni a Pista, amiket én is néztem, hogy ezek elméletileg mindig tele tankolás. Teljesen okés dolog. Jó, ha nem tankolom tele az autót? Hát majd el fogja mondani a Pista. Ez hülyeség. Mi a Lacika? Látom, hogy véleményed van. Hát az, hogy ezek érdekelnek, mert nekem is vannak ilyen szokásaim, és lehet, hogy rosszul csinálom. Például ezt a teletankolás, ez érdekel, hogy ez miért rossz. Mert eddig azt mondták, hogy az a rossz, ha kiürül. Én is azt mondtam, az a rossz, ha kiürül. De milyen szokásaid vannak? Gyújtás előtt megpörgeted a Wunderbaumot? Én lehúzom és föllövöm a plafonra. Például a motormosást én is megcsináltam, és rosszul jártam. Azt én is hallottam, hogy az nem illik. Vagy nem jó, nem tesz jót a motornak. Hát bemehet víz, nem? Be is mentem. Szuper. Aztán azt is el fogja mesélni a Pista, hogy működnek az oltó lándzsák, mert most már itthon is van ilyen eszköz. Ez kifejezetten az elektromos autók oltására van.
Igen, ők nagyon nehezen oldhatók. Igen. Tehát ott Németországban is hallottam, hogy valamilyen oltó kádat visznek a helyszínre, hogy belemerítsék az égő autót, és ott olvadjon szét, mint az ólom katona. Kb. Akár több napig is képes. Így van. Ilyetetlen. Több nap és nagyon szar, ha benne vagy. Ha ki tudtál szállni, akkor kívülről megnézheted az egészet. És ezért van... Megnézed, de akkor is rossz lesz. De van oltó láncs, ami megmenti? Nem fogja megmenteni, ja, viszont a többit ja. megmenti. Valószínűleg gyorsabban elolvadja, és a többi autót megmenti. Hát nagyon nehéz lekaparni az M1-esről, hogyha ráolvadt egy Golf. Aszfalttal együtt jön csak. Na jó lesz ez a Pistával. A tegnapi nap legjobb pillanatai jöjjenek most, és ez izgi volt egyébként. Tényleg az volt. Ugye abból a címből, újságcikk címből indultunk ki, ami így szólt, hogy megöli a kapcsolatot, ha utáljuk a partnerünk szüleit. És bizony arra jutottunk, hogy igen, mert hogy különböző helyzetek elé vetettük egymást, hogy mi van akkor, ha gyűlöljük a szülőket. Mond, ma mi nyűgöz le, Laci? És 3-7 elmúlt 3 perccel. Na, szia, bocsi, üzenik, de nektek fogalmatok sincs a magyar cserkészetről, még hogy ráerültetik a gyerekre. Kérlek, kicsit nézzétek utána, hogy jelenleg még is a cserkészet, tutajtúrák, világtalálkozók, stb. A cserkész. Oké. Okay. Jó, nem nézünk annyira utána. De a tutajtúra jól hangzik. De abszolút jól hangzik, hát ez kaland. Ó, üzenik, Bobby Quiz, nem, majdnem. És a Dallasból a Tintás Barnes, egy nagyon emlékezetes figura, kíváncsi lennék, igen, bocsi, a német nevére. Cliff Barnes, ugye? Az apja volt, aki az ivós volt a Tintás Barnes. Nem tudom, ki volt a Tintás Barnes. Hát tényleg a Cliff Barnesnak az apja, mindig emlegették, hogy rajta csúszott el a család, vagy mi. Igen. Igen. Szakállas. Hát biztos németül Drinken Barnes, vagy mi lehetett. Nem, a németek nem fordították le, tehát a németek átvették az amerikaiat. Mi vagyunk a fordítósak. Ja. Tintás Barnes, így hívták a magyarban? Igen. Az mondjuk jó név. Jó, oké, valószínűleg biztos van itt drinkes. Na, mesélj, Laci, mit találtál? Sofia Vergara, én őt imádom, annyira gyönyörű, tudod, kiről van szó, egy kolumbiai színésznő. Igen, tudom egyébként. A Modern Családban az egyik főszereplő, a karaktere is zseniális, meg a csaj is valami gyönyörű. Egyébként maradjunk ennél a képnél. Mondd, mit érzel, amikor ránézel. Izgalmat. Izgalmat érzel. Szeretnél vele együtt élni. Igen, abszolút. Hát nem tudom, kemény nőnek tűnik most egyébként. Most vált, úgyhogy igazából... Hát, de már van biztos valami pasi a láthatáron, úgy tudom. Na és ő most megmutatta... Hallandó vagy-e bármit feladni azért, hogyha a Sofia Vergara érdeklődne feléd? Bármit. Tehát a családodat? Hát figyelj, az egyik gyerek már nagykorú lett, tehát felnőtt. Rövid válaszokat létszik. Másik gyereket Visszed a Vergárához, a feleségedet meg nyilván. A felesége megoldja, hát nagyon megoldja az életét, így van. Megoldja, így is megoldja, hogy ott vagyunk, csak kikerül. Na ennyi az egész. Szóval, hogy Sofia Vergara megmutatta most az otthonát egy ilyen építészeti, vagy belső építészeti, nem tudom, ilyen videós magazinnak, és mondta, hogy hát ő a gardrób szobája az a legnagyobb egység a házban, mert ez neki nagyon fontos. Hát de neked is egy csomó melegítőd van, azt be tudnád oda tenni. Hát egyébként zavaró, nekem nincs gardrób szobám sajnos. Nekem van. Hát menő vagy, de nekem nincs. Nekem ott van a hálószobában a szekrényekben. Szóval... De azért mondom, hogy oda el tudnád vinni a sok-sok melegítődet, meg a kis cicanadrágjaidat. Ja, te tudnék pakolni. Igen. Na, igen? Mi van? Minden stimmel. Na, megmutatta a lakását, gardróbszoba, és ott egyébként vannak családi képek is itt szépen ott a pakolós résztek kirakva, de hogy ő tart magáról ott egy mesztelen képet. Sofia Vergara. De jó. Azt mondja, hogy amikor friss voltam és üde. És ez a kép erre emlékeztet. Nekem az jutott eszembe, amikor valaki a hűtőre rak képet, azért tudod, hogy amikor jól nézek ki, hogy akkor erre emlékezzek. Ilyen nincs, neked van, nekem nincs. Hát nem, de ezt mindenki mondja, hogy amikor az ember tud fogyni akar, visszanyerni a régi formáját, motivációnak, akkor motiváció jelleggel kirakja. És ezzel gondolkodtam, hogy Sofia Vergara milyen jelleggel rakja ki a saját mesztelen képét a saját gardrób szobájába. Tetszik magának, büszke rá. Tényleg büszke arra, hogy egy időszakában ő ennyire tökéletes volt, mert tényleg az most volt. Is nagyon jól néz ki. Nem mondom, hogy nem, csak hát volt csúcsabb formában. Meg hát ennek az olcsóbb, vagy egyszerű verziója a tükör, amiben akkor belenéz, és akkor még de hát igen, ő pont arra akarja emlékeztetni magát, amikor még szerinte az ő szemével csúcsformában volt. Mi nem örülnél, hogyha, mit tudom én, a feleségedről lenne kinn egy ilyen kép, valami olyan helyen, ahol nem látja más, csak ti. Tehát az neked is jó lenne, nem? Hát róla igen, de nem a saját magam, tehát hogy saját magamról nem. De a feleségemről kinn van, az jó, persze. Igen? Na, csináld meg azt a képet, mert csak romlik. Most csináld meg, Laci, hazamész. Jó, oké. Okay. 9 körül hadd menjek, ki tudja, mennyire gyors az idő. Két Oscar-díjas színész is van Budapesten, megérkezett Russell Crowe és Rami Malek. Ó!
Bizony, itt vannak Budapesten, és most olvastam, hogy márciusban kezdik a Nürnberg című drámát forgatni majd, és hát addig kell őket elkapni. Mert hogy az vagy a Russell Crowe, például... Igen, kell elkapni őket. Nem? Hát hogyha akarsz egy közös fotót, vagy ja, találkozni vele. Jézusom. Tehát, hogy én nem tudom, te mire nem tudtam, hogy van ilyen játék Magyarországon, hogy ide, kapjál egy Hollywoodit. Hát egyébként... A nagy Rami Malek vadászat. Hát de ilyenkor szerintem beindult. Tehát az ember, hogyha nyitott szemmel jár a belvárosban, most van idejük még márciusig, amíg nem kezdődik a forgatás. Most például a Russell Crowe-ról valaki mondta, hogy a Vekerle telepen volt teniszezni például. Hmm. Milyen jó fej, annak idején még hozzávágta a telefonját a szálloda recepcióshoz, ha valami nem úgy volt, ahogy neki tetszik, de azt mondják, most már nagyon kedves. Úgyhogy lehet vele fotózkodni, és a Rami Malek is itt van, de ő meg valami étteremben fotózták le. Tehát, hogy őt is el lehet kapni valahol a városban. És a Madonna volt még. Hol? Az egyik koncertjén, azt hiszem Seattle-ben, az egyik szám közepén egy hatalmasat esett. Az egyik táncosa a széken bonszolt, azt hiszem az Open Your Heart volt az a dal, amennyire én fölismertem abból. És egy hatalmas esély, és Madonna leperdül a színpadon, ami nekem nagyon tetszett ebben a videóban, mert ezt nyilván TikTokra ide-oda felrakták felhasználók, akik ott voltak ezen a koncerten, hogy... amikor azért esik az ember, akkor azért megbicsaklik a hangja szerintem éneklés közben. És Madonnának nyilván. Nem. Madonnának nem. Úgyhogy vagy profi megoldotta, vagy playback volt, de hogy nagyjából ennyi. Te egy nagy gossip master vagy. Hát igen. Igen. Elmondod, aztán befejezed. De akkor... jó, de visszatérve erre... amit most Madonnával kapcsolatban mondott a Laci. Azért több előadóval kapcsolatban felmerült már az, hogy vannak a élő koncertek során olyan részek, ahol bizony meg van támogatva az ének, vagy ki is van cserélve. Hogy ezt hogy váltogatják, ezt nem tudom. Nekem egyszer Berecki Zoli próbálta ezt elmagyarázni, hogy működik. Tehát amikor olyan, nem tudom, táncbetét vagy, van, vagy ilyesmi, és közben énekelsz, hogy ott lehet váltani egy előre felénekelt sávot. Aha, és ez egyébként ez logikus, meg hogyha... Ugye nem logikus. Én azt gondolom, hogy nem. De csomó ismert énekes van, vagy sztár énekes, akinek már nem olyan a hangja, amiről beszéltünk is. Hát ott adott esetben, ha megtámogatják, most az bűn. Igen, erről vitatkoztak nagyon sokat a Kiss-szel kapcsolatban, hogy az utolsó turnéjukon Paul Stanley hangja erősen meg volt támogatva, és ezt ezer videóval bizonyították, mikrofontávolság nem teljesen volt szinkronban, stb. És ugye ezen megy a vita, hogy én, ha veszek jegyet egy koncertre, akkor nekem nézőként jogom van-e azt az énekest valóban énekelni, hallani, és nem részben szalagról. De hogy ezen, nekem az a fura, hogy ezen megy a vita. Mert? Hát azért, mert tényleg meghallgatni meg tudom az iTunes-ban is, meg a CD-n, abszolút. Meg a mindenhol meg tudom hallgatni. Én azért megyek oda egyébként egy jelentősen nagyobb összegért, mint amennyire egy dalt az iTunes-ból le tudok tölteni, mert én azt akarom, hogy az ő emberi esetlenségével, tehetségével, mindene, én ott találkozzak. Igen, teljesen igazad. Ez a művészet. A művészet az, ami egyszeri és megismételhetetlen. Pontosan. Minden koncert más. Ha minden koncerten ő ott, amikor leesik a színpadról, vagy nem tudom, mit csinál, ugyanaz a lejátszott hangsáv hallható, akkor az nem művészet, az valóban, ezt egy pendrive-ról meg tudod oldani te is. Tehát, hogy akkor nézőként át vagy verve. Persze, akkor lehet a másik oldalon is lehetsz megért, hogy nyilván nagyon sok olyan testileg megerültető dolgokat végeznek ezek az énekesek a színpadon, ami bizony nem nagyon kellemes éneklés szempontjából. De, ugyanakkor meg én azért megyek oda, hogy őket lássam, hogy belőlük kapjak egy élményt. Tehát azokat a dalokat ezerszer meghallgattam. Hogyha most valahol megvan támogatva, ahol én egyébként észre sem veszem, ha le nem buktatja valaki, akkor nekem tökéletesen jól szórakozom, mert egyébként tényleg olyan élményt kapok azzal, hogy őket ott látom nagyon közelről, amit még nem. Igen, de egy koncert valóban kettő. Ugye van a látvány és van a hangvány, mondjuk így. Maga a hang, ugye a zene az elsődleges művészet. Igen. Persze, óriási performance, show-val, fényekkel, mit tudom, ott van a látvány részlet. Azt megkapod. De még egyszer, tehát amikor egy zenekar játszik, az ma nem ugyanolyan, mint holnap. És hogyha ezt kitisztítják, és ebbe egyre több a mű, akkor annak már értelmét veszti. Akkor miért nem mész el egy Madonna koncert, ami úgy néz ki, hogy másfél órát áll a színpadon, mozog, leül, nem csinál semmit amúgy, csak látod. Szerintem ez is teltházas lenne amúgy. Biztos? Egyébként, igen. Teszem hozzá Pink. Pinkről ugye tudjuk azt, hogy hihetetlen akrobatikus dolgokat végez. És egy interjúban hallottam azt, hogy érdekes módon ő fejjel lefelé még jobban tud énekelni majd a saját magáról, mint hogyha állna. Ez komoly. Ami komoly. És igaza vagy nem tudom, de aztán csináltak egy olyat, azt hiszem otthon nála a kertben, vagy a bor, nem tudom,
borfűben, vagy tehát, boros pincében. Nem, ott vannak mögötte a szőlők, de előtte van még fű, és ott lefeküdt. Uh-huh. És egy felnőtt nő ráállt a hasára, és ő feküdt a fűben, ráállt a hasára rendesen egy mit tudom én, 68 kilós nő, és Pink énekelt egy dalt. Valamiért úgy érzem, hogy ez a borospincénél történt, ez a mutatvány. Arra ez felé van. Igen, biztos vagyok benne, hogy ezt józanul nem csinálták. Állj a hasamra, állj a hasamra! Nem, csak az, hogy ő tud fekve, az nagyon komoly. Fekve úgy, hogy préseli nyilván a hasizmát azért, hogy tartsa ezt a súlyt, plusz egyensúlyoz izmok befeszülve, és tud énekelni egy dalt. Hát ez meg le a kalappal. Azért mondom, hogy előtte le a kalappal. És még egy üveg sárdonét is bevert közben, ez igen. Ja. Igen. Nem veszik komolyan. Nem veszik komolyan, Gyuri, amit mondasz. Ne, hát figyelj, ez egy csúcs teljesítmény, főleg ha valaki ennyire tehetséges, meg ennyire szerencsés, hogy ilyen erős a hangja, de hát nem mindenki van így. Nem, hát ő mondja is, hogy ő mindig iszik. Azt mondta, hogy ő nagyon lerövidítette a száraz januárt, és egy másik interjúban megkérdezték tőle, hogy mert ugye borász, meg bor, meg minden, hogy ízli, hogy egyébként ha egy olyan este szokott-e inni, amikor másnap koncertje van. Szóval, hát persze! Szóval, mi marad más nekem? Oh. Turnézom egész évben, gyerekeket pesztrálom, végre és két gyereket sikerült levő. Szóval, persze, hogy alig várom, hogy leüljek és igyak egy pohár bort vagy kettőt. És akkor mondta erről, hogy anyámtól erős májat örököltem és erős hangot. Igen, és ezeket meg is mutatja. És ezeket meg is mutatja. Na jó, ennyit Pinkről, ennyit erről. Köszönjük szépen, Laci, jövünk vissza, gyerekek. Igen, igazából ez a naptár, amit kaptunk egy nagyon kedves hallgatótól, egy távoli ismerőstől, ez a régi 80-as évekbeli SL Mercedes, tudjátok, ez a Bobby Merci, ahogy mi is. Ezt mindenki így hívja Magyarországon, Bobby Merci, ott megy egy. Így van. És ezért úgy gondoltuk, hogy ja, és jöttek egyből a nosztalgiák, a Bobby, a Dallas, és akkor Annette egyszer csak azt mondta, gyerekek, Dallas quiz nem volt még. Annyi kézenfekvő témából csináltunk quizt, nem volt még Dallas quiz, és akkor azt mondtuk, hú, tényleg. Pedig mennyit tudunk róla, most visszaadhatjuk azt a sok tudást. Nem tudom, hogy tudunk-e, de az biztos, hogy közös élmény. Hát amikor igen, egy társadalomban közös élmény, egy futballvilágbajnokság is egy közös élmény. Uh-huh. Hát a Dallas mindenképpen az. Hát persze, és egyébként tényleg az, hogy hetente ment egy epizód, attól volt idő megbeszélni a munkahelyen a következő részig. Érdekes, hogy sosem beszéltem a Dallas senkivel, de ennyire hát agyalányult nem voltam. Hát pedig ezt sokan csinálták. Nem szerettél a rádióban megdumálni a borossal a Dallas? Nem, hát én mondom, a Dallas a 80-as években néztem, tehát akkor egyetemista voltam, de én nem mentem oda a Pávelhoz, hogy láttad tegnap a Dallas, a Joki, hogy mit tudom, mi. Tehát nem. Nem, csak láttam, és kínos volt. Hát itthon nem. Megbeszéljük ezt, mert jön a Dallas kvíz a hírek után. 7 óra 13 perc van most. Jó reggel, drága hallgatók, szevasztok. Hello, Laci, jó reggel. És Gyuri is, jó reggel, szevasz. Jó reggel, hello. Hello, Anett, jó reggel, szia. Jó reggel, sziasztok. Na, nem tudom, felolvasom ezt az SMS-t. Nem olvasom fel. Mert annyira purutja? Nem purutja, hanem szeretne részt venni a Dallas quizben. Ja, igen, viszont ezen nagyon sokan vannak így, meg lesznek is szerintem, úgyhogy... Tehát erre nem lehet előre bejelentkezni, hanem amikor majd a végén elmondjuk, hogy maradt három kérdésünk, és egy keresztnévvel, aki szeretne részt venni, ugye egy hölgyet és egy urat fogunk majd kiválasztani, az SMS-ben írja meg, de ez nem most következik be, mert ami most jön, azt mindent törlünk. Anett üzenik. Emiliával nagyon szeretünk téged, mesztelenül kuszkuszt enni veled, élmény lesz József a bordiller. Észben tartom. Nagyon várja József, hogy bemutatkozz neki végre. Na, ez a tintás bánsz is magyar találmány volt, üzenik. Eredeti változatban Digger bánsz volt. Aha. Az én kedvenc karakterem Kristin volt, Samantha Huga, Mary Crosby. Nagyon bitang csaj volt, királyok vagytok, üdv a Norman Rider Surrey megyéből. Én őre már nem is emlékszem. De hát ő gonosz volt. Tényleg? Ja, te ezt ennyire tudod? Azért vagy te a quizmaster ma? Igen, én általános iskolás voltam, és nagyon ment ez a sorozat nálunk. Pénteken haza kellett érnem 8-ra. Oh. Ma megint el fogtok varázsolni a Dallast. Imádom Sofia Vergara a példaképe, és ha már hírességek, tegnap a Grace Klinika részben Millie Bobby Brown-t ismertem fel. Oh. Azonnal a levegőbe csaptam, várom a mai adást, nagyon Évi. Valamint sziasztok és szép napot nektek. Emlékszem, mikor ment a Dallas gyermekkoromban az erdélyi unokatestvéreméknél, Sue Ellennek hívták, Samantát, és ez teljesen összezavart, hogy akkor az most ki. De én ugyanígy voltam ezzel. Hát igen. Egyébként nem akarok spoilerezni, de ezzel kapcsolatban szerintem Anett is egy kis fejtörésre fog majd itt mindenkit sarkalni. Ezzel a névdolgokkal. Jó, gyerekek, hát nyilvánvaló, hogy mit csinálunk itt ma. Tehát ez nem is értem, hogy nem jutott eszünkbe, hogy csinálunk egy Dallas quizt.
kell hangszer, vadász, harsona? Valami, igen. Hát kb. Nem az, ami a Texasban szokott a kedilegek elején lenni? Az a nagy... Az nem hangszer, az egy ökör. De most fújják. Nem fújnak ökröt Texasban. Texasban azért van sok ökör, mert a része, egy része steak, és egy része a motorháztetőre kerül, de nem hangszer. Gyerekkorban mindig ezt képzeltem, hogy fújják az ökröt az jockeyek. Igen. Na jó, megy ez a főcím zene közben, és ne felejtsétek el, hát mi itt egy kimerevített képet kaptunk a Lacikától, hogy Dallasnak a különböző ilyen három ablakban megjelenő felső légi felvételei látszanak, és itt láttuk ezt az autópálya hálózatot. Látjátok, ami bemegy Dallasba a felhőkarcolók közé. Igen, de olyan felhőkarcolók, amiket ma a világ bármely pontján meg lesz 2024-ben, és azt mondod, hogy ultramodern. Tehát igen. Gyönyörűek. És hát ugye beszélünk itt a 78-ban kezdődött a Dallas, beszélünk itt a 80-as évekről lényegében. És mit adott nekünk a Dallas akkor? Én azt gondolom, hogy egész Európát, nem csak Kelet-Európát, elvarázsolta az, hogy mit jelent az amerikai gazdagság. Tehát addig gazdagnak hitted, nem tudom, derékfelügyelőt, érted, mert hozta... Jó módú nyomozó. Igen. Igen, de ez ilyen elérhetetlen távolságban volt, tehát a gazdagságnak nagyon sokaknak például az jött le, hogy hát az nyilván azzal jár, hogy egész nap lehet viszkizni. Tehát bárhol, bent az irodában, hát igen, hazaérsz igen, azonnal. Mi magyarok kinyertük ebből azonnal a számunkra érdekes információkat, igen. 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 A viszkit. Én nekem nem ezt jelentette, de hanem inkább azt. Tehát maga az a ranch, amin a South Fork Ranch, amin laktak ők. Tehát az önmagában. Ma már egy vicc, tehát, hogy nem? Tehát még magyar szemmel is azért ismerünk ennél nagyobb hasziendákat. Igen. De akkor is az a hangulata, hogy kint a teraszon reggeliztek együtt, sütött a nap. De ott nem játszott a márvány, ott nem játszott az AMG. Ott volt egy kulturált S-osztályú Mercedes, abban hazajött ez a hülyén vigyorgó jockey, vagy ivott, vagy nem, kit érdekelt. Nem erről szól a film, hogy vezethetsz-e ittasan. Nem, a jockeynek nem is. Nagyon nagy bajban lettek volna a készítők. Jockeyt amúgy sem érdekelte ez a pillanatig sem. Nem. Ez igaz. És ez volt a gazdag, hogy ott körülnézel a házban, tehát hogy a lakberendezési tárgyak, a bútorok, azok nem, de mai szemmel... Igen, ott még volt értékrend, ugye ezt akarod mondani? Tehát, hogy gazdagság volt, de mégis szerénység. Igen, tehát ne, gazdagság és szerénység. Na gondolj bele, hogy a Dallas a mai gazdagokhoz képest szerénység. Igen. És, de akkor el voltunk ájulva. Tehát, érted, maximum egy nyugati autót tudtál magadnak szerezni, egy Opel Kadettet. Igen, de nem az, hogy egy S-osztályú Mercedes és a hülye öcséd, aki igazából semmit nem csinál, csak ilyen szép fiú, az meg jön ezzel a Cabrio Mercedes-szel, érted, annak a felesége, Pamela, meg aztán tényleg semmit nem csinál, itthon műkörmös lenne, érted, annak is van valamilyen verde. Tehát, hogy úristen, igen, hogy élnek ezek? És ők is stílusosan, tehát nem az volt, hogy akkor a Bobby, mivel hogy semmit nem csinál, ő volt a szabadságban, nem egy AMG leültetve, tudod, egy ilyen gyorsuló verda, meg aranyaklánc, meg melegítő, mint ahogy ez ma történne. Így van. Nem volt proli. De te proli volt, mert egész Texas proli, a kockás ing is proli, érted? De... Én most nem véletlenül úgy jöttem. De nem baj, igen, mert ez image. Ma már minden öltözködés egy a múltbéli valaminek a paródiája. Igen, igen. Egész életem egy Dallas paródia. Na mire, ez óriási volt. Tényleg, és egyszerűen nem értjük azt, mennyi volt 357 epizód. És a magyar televízió 90 és 97 között vetítette, tehát egy jó 10 éves késéssel. Csodálkoztuk, hogy a jockeynak tönkrement a mája szegénynek 357 epizód, és hány viszkiti volt meg epizódonként? Hát nem epizódonként itta, hanem epizódok közben itta nagyon. Igen. Tehát a jockey, amikor itt megérkezett, és ilyen, hozott ilyen zsebventillátort, hogy a dohányzás. Nem, ilyen buborékokat fújt. Bocs, ez a, tudod, tényleg. Ha valaki dohányzott, akkor kihozta a bubi fújóját, és akkor bubit fújt az arcába. De mondja az, aki szét olvasztotta a máját viszkivel, és aztán még vett magának gyorsan egy májat, hogy még 2 évvel tovább éljen. Kettő. Az meg fújja a bubikat, hogy ne dohányozzál. De egyébként itthon az a hír járta akkor, hogy ő tényleg a forgatások alatt is viszkit ívott, tehát nem te a volt abban a rengeteg jelenetben. Nem tudom. Jó, gyerekek, mi volt még? Bobby Mercedes, mindent megbeszéltük. Szerintem nézzük meg, egyébként ki melyik karakterrel tud azonosulni? Tehát ki lennél te mondjuk
Nem tudom, tehát hogy romantikus Bobinak látod magad, részeges jockinak, vagy minek? A hát, loser Cliffnek. Cliff Barnes, ott van loser. Hát én a Bobby irányba mennék. Nem a Cliff Barnes? Hát figyelj, ha az ital játszik, akkor az is jó. Nem, én nem tudom eldönteni, hogy én a kegyetlen még a titkárnőmet is reptében közben viszkizek karakter vagyok, vagy az a sármőr, aki a kis kábriójában és a nagyon-nagyon szép drága nagyon szeretett feleségével élvezem, amit a bátyám összetermel nekem. Szerintem neked mindkét korszakod meg lehetett, nem? Igen, én is azt gondolom. Igen, most melyik vagyok? Most Bobby vagyok? Most már Bobby. Most már Bobby vagyok? És Anette, kitartott műkörmös, akinek nem kell műkörmöznie nyilván, de szép vagy, és egy ilyen romantikus Bobis özvegy, igen. Ugye már aztán Bobby kinyúlik. Igen, tudom. Ez vagy inkább ez az Eli típus, aki az egész család fölött tyúkanyóskodik. Hát, és még az alkoholista fiát is simogatja. Érdekelnek a körmök, úgyhogy én inkább a Pamela felé húznék. Inkább Pamela. Igen, nagyon tetszik nekem az Eli is, de hát és tetszik a korai özvegység is, hiszen akkor még az egész élet előtted van. Még akár, igen. Nézd, a Csabi, ne arra, hogy... Én is elnézést kell. Na jó, gyerekek, elkezdjük végre? Jó, hajrá! Jó, van 10 kérdésünk, ebből 7-et mi megcsinálunk, és 3-at hagyunk ugye a hallgatóknak. Meg úgy tetszik, a saját kvíz alibír megszólalni nevetés. Hát igen, mert most belegondolt abba, hogy megint milyen üzenetet küldött. De hogy mindjárt telefont kapok. A korai özvegyülés nagy híve. Anett? Ilyen a szó? Folyik is rólam a víz. Édesem. Na jó, kezdjünk. Told már. Jó. Merre járt Joki, mielőtt csatlakozott volna a családi vállalkozáshoz, a Ewing olajtársasághoz? Merre járt? Igen. Merre kirándulgatott? Hát igen, akár azt is. Hát kirándulgatott? Szaraszota? De ez milyen kérdés, Anett? Hát ez te csináltad ezt a kérdést? Igen, de... Merre járt Joki, mielőtt megcsinálta a Ewing vállalatot? Hát, mit csinált? A Ewing, tehát az előzményekben. A Ewing vállalat már megvolt, hát azt az apja. Igen. Csak ugye, hogy mikor csatlakozott az apja mellé. Mert ugye az köztudott... Egyetem után. Nem, de jó úton jársz. Egyébként 23 éves volt, ezt elárulom. 23 éves volt, amikor 62-ben csak. Ki járt a nagy Houstoni olajegyetemet? Uh-huh. Kőolajszakon. Igen. Benzin. De nem olajjal foglalkozott? És dízelből diplomázott. Egyébként nem foglalkozott olajjal, ezt hozzáteszem, hogy ez segítség legyen nektek. Jó, akkor meg hagyják ki a játékból. Hát akkor legalább logikusan. Jó, most megsértetted az egyetlen játékost. De honnan tudjuk ezt? Hát 78-ban kezdődött, akkor már ő volt az olaj. Nem. Maga. Hát az előzményeket honnan tudjuk? Mert benne van az előzmények. Ja, igen. De mondok 3 lehetőséget, jó? Európában utazgatott. Külföldi cserediák programban vett részt, vagy a vietnámi háborúban? Az a Magnum. Igen, a külföldi cserediák meg a Lucy szerintem. Európa. Európában utazgatott. Na, melyiket választjátok? Én nem válaszok semmit, nekem nem tetszik. Na, jó, így is lehet, akkor nem lesz pontod. Jó. Akkor elmondom, a vietnámi háborúban volt. Ott harcolt, igen. Nem a Magnum Quist hoztad ide? Nem. Magnummal nem. Együtt harcolt. Na jó, következő. Nem, de hagyd mondjam el, hogy igaza volt a Gyurinak, hogy a Joki nem csak a forgatások szünetében, de forgatások közben is 5 üvegpezsgőt ivott meg, és mondta, hogy ez nem ment a munkarovására. Tehát ő nem, hát ezt láttuk. Hát a vietnámi traumákat valahogy el kellett nyomni. Miért mérgesedett el a viszony a Barnes és Ewing család között? Na várjál, a Ewing ugye az olajosok, a Barnes-ok azok olajosok azok szerettek is volna lenni. Ez tuti valami biznisz, tuti. Vagy nőügy, ez a nőügy, igen. Valószínűleg a Cliff Barnes meg akarta Samantát, ugye úgy hívják, meg akarta olajozni. Igen. És innentől Joki örök ellenségévé fogadta, és hát akkor még ugye a bérgyilkosság még nem merült fel, mert a 80-as évek azért kultúrától, szerintem innen. Tehát nőügy. Nagyon, nagyon jó úton jártok. Köszönöm. Valóban meg is olajoztam, hozzáteszem a sorozatban. De egyébként a konfliktus az apjára. Igen, tehát oda vetődik vissza. Tehát az öreg Joke és a Tintás Barnes között volt a konfliktus, ami egyébként oda nyúlik vissza. És elmondom nektek, mert jó volt a válasz. Ez nehéz. Hogy kirúgta egykori társát, amikor találtak egy olajmezőt, és átiratta a nevére. Aha. És innen indult a konfliktus. Ráadásul... Itt tehát igazán van, hogy megta a feleségét. Tehát és ráadásul a Tintás Barnes akkor még Elivel járt együtt.
és elvette Elit is tőle. És elvette feleségül. Én nem látom Elit koitálni, de... Jobb ez így mindenkinek. Nem is tudom, hogy csaszhatod be ezt a vonalat. Igen. És az sem javított a kapcsolatukon, amikor elvette Bobby Pamelát. Ugye a sorozatban. Jó, most már ne zavarj össze. Lucyről lesz kérdés? Na, lesz, persze. Joki miért volt féltékeny a testvérére Bobbyra mindig? Jobb Mercie volt. Az egész sorozat. Hát nem, menőbb volt a Bobbyé. Menőbb volt Bobby Mercie, igen. Na jó, hát emiatt is lehet. Bobbyra miért volt féltékeny? Igen. Mert... Hát a Bobby volt a menő, nem csinált különösebbet. Ő volt a menő, ő volt a jó fiú, őt mindenki szerette, és Jokit meg mindenki gyűlölte. Igen, de könnyű volt, hogy mindenki szerette, mert nem is volt semmi dolga. Mindig a Joki végezte a piszkos munkát a családnak. Oké, de mindenki szerette, mert szebb frizurája volt. Igen. Hát és azt nem hasonlít. Az nem kell, így van. Én és mondtam. Nem kellett takarni kalappal, és egyszer és jobb nője is volt. Tehát azért Pamela jobb nője volt. Az semmiért. Tehát minden Joki dolgozott meg azért, hogy Bobby ott Dallasban ott ilyen szép fiúskodhasson, igen. És hogy ossza az erkölcsöt, meg a... Meg az erkölcsöt, érted? Igen, ezt egyébként én elfogadom, csak még annyit mondj, Gábor. Végre egy pont. Nincs meg egyes. Jó. Annyit mondjak, igen. Igen, tehát, hogy még annyit tennék hozzá, hogy egyébként az apja is jobban szerette meg az anyja is. Hát persze, igen. Mert egy rohadék a Joki, érted? Igen, hát... igen. De szemét gyereket neveltünk. Na jó, nézzük a következőt. Mit ígért Samantha Jokinak, amikor Európába indult? Hogy tehát Suelen J-járnak, ugye? Igen. Másik szál. Mit ígért Samantha Suelen J-járnak Jokinak, mikor Európába indult ki? Igen. Samantha. Szóval. Hogy nem csalja meg. Hogy hozd. Mondjak három variációt? Nem még. Mit ígért neki? Tehát ez egy ígéret volt, vagy... Hoz európai dolgokat. Makaron. Hozok eurót. Hogy nem iszik többet. Nem, a Samantha nagyon sokat ívott. Toblerónét hoz a reptéről. Toblerón. Egy kérdésre se lehet válaszolni komolyan. De lehet. Ezt ki lehet következtetni? Kibizony. De mondok három lehetőséget. Jó, mondj három lehetőséget. Vesz neki egy Lipicait Szilvásváradon. Feltérképezi az európai olajipar helyzetét. Az, mekkora kamu. Vagy tönkreteszi, ha nem hagyja békén. Ez utóbbi tetszik nekem. Tönkreteszi, Európában nincs olaj, ez a Szilvásváradi, ez egy ilyen... Lipicait szeretném. Lipicai? Nem, tehát tényleg rosszul hallasz? Nagyon rosszul hallok. Lipicai, azt mondtam. Oké, okay. Mondd ki azt a csúnya, vagy nagyon szép piros olasz sportautót. Ferrari. Most a lovat? Most mondd el azt, nagy hatással van az emberekre, mert különböző social médiákban olyan témákat fogalmaz meg, azt hogy hívják? Többet nem Versát. Na jó, akkor... Igazad van. Igazam van, jó. Oké, köszönöm. Következő kérdés. Hány kérdésen vagyunk túl? Még csak a negyediken. Még három, gyorsan. Jó, mondom tovább. Mi volt a foglalkozása a Lucy férjének, Mitch Coopernek? Ne, inkább úgy kérdezik, ki volt Mitch Cooper? Volt férje a Lucynek, ezt nem tudtam. Bizony, kétszer is hozzáment. Ja, nem az a bajszos volt? Nem, az Pamelának a második férje volt. Az a Magnum Vietnámból. Mitch Cooper biztos, ami lúzer volt. Hát azért került itt a Dallasra, szerintem pulgáj volt, tehát medencetisztító. Ilyesmi lehetett, valami szolga, valami csicska. Aztán ő lett a Bévács főszereplője. Nem szolga volt. De csicska. Lucy hozzáment a csicskához. Hát azért kezdte el ott kirakni a cickóját, meg mindent a Dallas családnál, vagy a Ewing családnál, elnézést, mert valószínűleg egy ilyen kertész, vagy valami ilyesmi volt, tehát autószerelő. Most kirakta ki a cickóját? Mi? Most a Lucy. Ja, mert a Mitch Cooper, hát a neve is olcsó. Igen. Pedig ő nem volt egy olcsó pasim. Olajmágnás, orvos vagy fotós? Na jó. Lacika kaszélytontat. Orvos volt, és kétszer ment hozzám, mert először ugye Joki szétválasztotta őket, és utána elköltöztek Atlantába. Miért keresztelték át itthon Suelent Samanthára? Miért? Uh-huh. Mert agyhalott mindenki a magyar filmiparban, azért. Jó, következő. Köszönöm. Pont. Szerencséjük van a hallgatóknak, hogy nem ők lettek azok aztán. Jó, ha most ezt behúztad magadnak, ezt a pontot, okay, de egyébként nem emiatt. Na miért? Na mondd, miért kellett a magyarokat megóvni, és a románokat nem? Azért, mert a hangzása hasonlított egy rovarra. Suelen.
Ez ki mondta ezt a Pannonia filmstúdió üzeni, vagy ki mondta ezt a baromságot? Ez igen, a Pannonia filmstúdió. Azt a szentségét. És a dzsokit is meg tudják magyarázni, vagy az arra nincs? Van, megvan mind a hét? Dehogyis, még van akkor mit, piknikezel ott. Megterítettél a papírjaiddal magad előtt. És ünnepli magát ott a szomszédos. Fél 8, elmúlt. Nem, még van egy. Egy van, jó. A 9-et miért emlegetik álomévadnak? A 9. Álom. Hát akkor volt együtt a család, nem? Nem tért akkor vissza a jó fiú? Nagyon jó. Az zuhanyzás. Na jó, a gyerekek, az maga a rémálom volt. Tehát ez a eltűnik Bobby, visszajön Bobby, én a Merci miatt izgultam, de ezt a műkörmös lány vezette addig, amíg visszajön, nem jött a zuhanyból. Egyébként ott volt végig a zuhany alatt? Igen. Négy egész évadon keresztül zuhanyzott gyakorlatilag. Én is így emlékszem. Igen, a 9. évad végig fő volt ázva a bőre teljesen. De egyébként ez az évad arról szólt, hogy mintha Pamela álmodta volna. Ez és a nagy baj. A 8. évad végén bement zuhanyozni, és a 10. elején kijött. Pontosan, igen. És ezt egyébként Bobinak a valódi felesége találta ki, hogy így térjen vissza Bobby, és ez nagyon tetszett a filmeseknek. Ez ilyen családi konzíliumok voltak ott? Még akár az is. El tudom képzelni, hogy itt azért mindenki, hát a háttérben is. Nem. Na mindegy. Gyerekek, ezt torony magasan megnyertem. Igen, igen. Ügyes voltál. Aszta. Pedig én azt hittem, hogy ebbe belebukok. De a logika, az éles ész, a kultúra... Az legyőzi a kérdést. Abszolút. Meg a hosszas felvezetővel elértett, hogy a Laci nem erjen tippelni, szóval minden. Igen. Így volt. Na jó, gyerekek, maradt 3. Maradt 3 kérdésünk, és tudjátok, nagy Dallas rajongókat várunk, most írjatok egyébként csak is SMS-ben egy keresztnével, hogy tudjuk, hogy fiú vagy lány, és akkor így összeállítunk egy párt. És aki a többet tudja, az kapja a bocsizacsit a téli sapkával meg a bögrével. 38 elmúlt 2 perccel, gyerekek, helyzet van nálunk éppen. Gyakorlatilag mind a két telefonvonalunk lerohadt. Azaz nincs, nincs hálózat, nincs SOS, ja, hiba. Seki sebe, tehát itt tartunk is, miután ugye a műsor hátra lévő része többnyire ugye telefonál lós hát dolgokra igen. épül. Lásd Jákob Zoli, lásd hangcsapda, lásd Hungary Machine. Most elvileg azt mondják Gyuriék, fú, a Lacika meg Gyurika, Gyurika elkezdtek iszonyat gyorsan nyomógombozni, mint hogyha most lenne vonal. Mert itt még nem tudtam a requiememet elmondani a rádió műszaki állapotáról. Pedig szép gondolatok voltak még. Szép, igen. Hozzáteszem, ott van Lucy, milyen jól nézett ki. Már nem is emlékeztem rá. De nem ugyanazt fotózta, mint aki forgatta a sorozatot. De azért kékeres a combja. Oh, jó, nem, ez szemétség tőlem. Mondjuk én messziről látom, és az... Igen. Tehát akkor nem nektek teszem fel ezek szerint a 3 kérdést. Nem. Jó. Na, akkor az a helyzet, hogy akkor Ati mégis úgy gondolt, hogy visszadugja a telefonokat a falba. Köszönjük, Ati. Fehéren pedig Timi. Most mi van? Feketén vonalon Ákos, a fehéren Timi. Na, írd már ki inkább. Hát gondoltam, előbb szólok, és majd utána lepődjük. Melyiken van ki? Feketén van Ákos. Ákos, szia! Szia! Hello, reggel! És fehéren? Szia, Ákos Timi. Vagyok. Ki írnád? Hello, Timi, jó reggelt! Megteszed, hogy nem szólítasz meg 20 másodpercig, és akkor tudom írni. A vonalban fe, ennyit írtál eddig. Mert beszélgetek veled. Kérlek, írjál már. Timi, itt vagy? Igen, itt vagyok. Sziasztok, jó reggel. Fú, ez most egy nagy mentés volt, gyerekek. Tényleg nagyjából úgy tartottuk. Egyébként az is jó lett volna, ha nincs telefonvonal, és akkor a műsor hátralévő részében MC Hurinak a zenéit hallhattátok volna. Néha beszólunk, hogy hello, milyen jó volt. Ezt terveztük. Igen, de most nem, most játszunk mindenképpen. Timi, nagy dallaszos voltál-e, vagy-e? Mesélj már egy picit erről. Igen, nagyon. De jó, hogy visszajött a vonal. Azt a kihangosítást én is meséltem neked itt, hogy ez ne legyen már. Lehet ezt úgy? Igen. Szupi, köszönöm. Ákos? Igen, itt vagyok. Na jó, neked fiatal a hangot, te ismered egyáltalán ezt a Ewing családot? Hát 45 éves vagyok, úgyhogy teljes mértékben. Akkor teljes, oké. Rendben van. Köszönöm szépen. Lucy nagyon alacsony, kb. 140 lehet, de most sikerült valamelyik amerikai nánási pálnak úgy fotóznia, hogy lefeküdt a lába alá, és akkor alulról fotózta, és akkor már olyan hosszúra tűnt, hogy a Gyuri most barátnőjének választaná. Ne? Ez a kép, ez olyan, Gyuri, hogy vele azért megjelenés zuglóban. Abszolút, de akkor is a 140 cent is, tehát hogy most nekem ez nem... Neked ez nem probléma? Akadály. Hol van nálad a 140? Csak mutasd a testeden.
Melbimbó magasság. Melbimbó, ígéred, Lucy? Lejjebb. Lejjebb? Szerintem igen. Nagyon jó. Magasan van a Melbimbó. Oké. Okay. Jó, azt csináljuk, gyerekek, hogy ugye három kérdésünk van még, amelyikötök a segédválaszok nélkül kapásból tudja a jó választ, az kapja a pontot, ha nem, akkor amikor a kis kiegészítő válaszok alapján választotok, amelyikötök az első, az kapja a pontot, oké? Okay? Rendben. Oké, okay, rendben. Na, Anett, léci. Kivel volt viszony a Rének a sorozat elején, ami kiverte Jokinál a biztosítékot? Ákos. Ákos? Ákos. Igen, mondd, igen, Ákos. Mondom, mondhatom? Mondd, igen. Lucy-vel. Pontosan. Ákos, nem is kell mondanod, hogy Ákos, mert most a férfi hangot és a női hangot meg tudjuk különböztetni. Tehát jó, már jó a vonal. Oké. Okay. Na, okay. Nagyon jó. Egy pont Ákosnál. Ti mit tudtad volna, hogyha egy picit tovább hagyunk? Igen, igen, igen. Jól van, akkor a következő könnyű lesz, hogyha figyeltétek a srácokat. Hol pillanthattuk meg a baleset, autóbaleset után meghalt Bobit visszatérni a sorozatba? A fürdőszobában. Itt most a Timi volt a gyorsabb, igen? Igen. Egyébként azt hagyd mondjam el nektek, hogy ez a farm ma egy Dallas múzeum. Tehát, hogy senki nem él benne, mert az eredeti tulajdonosok eladták, hiszen nem tudtak nyugton élni, mert mindenki ment, aki a sorozatot látta és nézegette. Igen, igen, igen. Jó. A harmadik kérdés, hogy melyik hollywoodi színész kapott a Dallas 4 részében szerepet? Brad Pitt. Igen. Ó! Brad Pitt? Pontosan. Mi? Igen, igen, oh. Igen. Játszott benne. Igen, négy részben. És mit játszott benne? Négy részben Jenna Wade, Bobinak az új régi és új szerelme, a két után elvett felesége. Őt játszotta? Nem, neki a lányának a pasija volt, és egyébként egy rossz fiút játszott benne. Így van. Igen, amikor még a Dallasban játszott a 70-es, 80-as években, akkor ő még egyáltalán nem volt híres, viszont amikor ide Magyarországra jutott a sorozat, akkor már világsztár volt. Óriási. Nem, ez nagy történet. Köszönjük szépen, ez azt jelenti, hogy az Ákosunk kap egy full set bocsizacsit, azaz bögrével és sapkával, és Timi, te megválaszthatsz a három tárgy közül, tehát zacsi, vagy bögre, vagy sapka. Bögrét szeretnék kérni. Oké. Okay. Oké, okay, rendben van, felírtuk, köszönjük szépen. Ja, nagyon szépen köszönjük. Köszi, sziasztok! Sziasztok! Húha! Ezek profik voltak. Ők tényleg profik voltak. Végre egy kvízben valaki, olyanok jelentkeztek, akik tényleg tudják is. Tudják, miről beszélnek. Most itt azért látjuk Brad Pitt Dallas béli arcát. Hát, igen. Igen, ez még a színésziskola előtt volt, ahogy látom ezt az arc. De hány éves? 14? Hát kb. Olyan volt, neki ő sem tudja, miért ültették arra a bőrkanapéra, igen. Na jó, játszunk egy Hungary Machine-t is, jó? Így van, a dalszöveggel fölkészültünk, ti jöttök. Akkor hívjatok, hát ha összejön, 0620, 22, 122. Indul a Hungary Machine. És 8 óra lesz, 5 perc múlva, és úgy tűnik, hogy most mindent sikerült megmentenünk. Na jó, hát akkor Gábor van velünk. Szia Gábor, jó reggelt! Szerbusztok, jó reggelt kívánok! Jó. Hello Gábor, mesélj magadról, olyan vagánnak tűnsz, mint a Gyuri. Hát köszönöm. Szigethalmon élek. Oh. Apró vállalkozó, éppen megyünk dolgozni a fiúkkal. Aha, mi a vállalkozásod? Mélyépítés. Aszfalt, vasút. Oh, van nálad aszfalt? Hát sajnos nincs. Az hol lehet beszerezni, mert például az utcámat leszeretném aszfaltozni. Hát itt az irodában például van egy adag. Az egy hideg beton, az nem ugyanaz. Tehát hideg aszfalt. Igen, de hol lehet rendes aszfaltot szerezni, meleget? Hát aszfaltkeverők, komoly aszfaltkeverőknél. De van ilyen hely? Én sosem látom, járom az országot, sosem láttam aszfaltkeverő műhelyt. Nem hiszem el. Nem minden, akkor nem tűnt fel. Az aszfaltkeverő, ahol füstöl a kémény? Hát ez nem füstöl, nem. Na mindegy, de mennyi kell egy ilyen 100 méteres utcához? Körülbelül ilyen 7 méter széles. Hát úgy szoktuk általában, ugye, hogy 7 centi kötőréteg, 4 centi kopóréteg. Jó. Ez a német verzió. A magyart mondja. Tehát ez a... Ugyanaz. A magyar az a... Nem, a magyart mondja, amikor csak szétkenem. Nem lehet, nem lesz munkám. Úristen. Na jó. Gáborom, kezdjük el, mutatjuk neked a dal szöveget, és vagy előadó tudod, vagy dalcím kell nekünk, jó? Igen. Tessék. A képemet száraz szél tisztítja, az ember mindig jobbat hisz, piszok vagyok, piszokká válok, attól tartok, beveszem a ködbe. Kihá. Ó, nagyon rosszul hallom, az a baj. Nem baj, még egyszer mutatom. Hangozhatunk a rádió?
Hát a hangot a telefonodra? Nem, a rádióra. Jó, most akkor egy pillanatra hagyjál. Jó, pillanatra hagyjál, akkor mutatjuk újra. Oké. A képemet száraz szél tisztítja, az ember mindig jobbat hisz, piszok vagyok, piszokká válok, attól tartok, beveszem a ködbe. Beveszem a ködbe, pedig te, na, ismerős. Na, ha kis vissza a rádiódat, mert visszhangzol. Bocsánat. Igen, tudod, ez a... Ez egy nagyon körmönfont dalszöveg, de... Szerintem mindenki ismeri, tehát ez egy zenekar egyébként, egy zenekar, és... Ködbe veszek. A basszus, a ködbe veszek? Amit szoktál? Félek, hogy a ködbe veszek. Az. Na, ki énekli a cérna hangon? Igen. És egy együttes énekes. Bikini. Ez az. Rock'n'roll. Gábor, óriási vagy. Bravo. Köszönöm, ez nagy segítség voltál. Melyik része volt a segítség amúgy? A cérna vékony hang. A cérna hang. Egy bikini. Jó, van, helyes. Nagyon jó, Gábor, óriási vagy, lesz egy bocsizacsit benne, egy téli sapka és egy bögre, oké? Nagyon szuper, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és óriásak vagytok. Te meg szintén, te vagy a legnagyobb. A legnagyobb aszfaltos barátom, akit ismerek. Jó? Köszi, hívunk majd a címedért. Köszi, Gábor. Várom, szervusztok. Szia. Gábor jó arc. Igen. Gábor nagyon jó arc. Szeretem a jó arcokat. Egyre több van egyébként. Most ilyen játékosok, betelefonálók kapcsán egyre több jó arc van. Egyre és vannak a SMS pogózók, de hát az mindegy. Jó, majd fölbátorodnak, aztán majd ők is lesznek telefonban. Na, gyerekek, ki ne szeretne egy picit hosszabbítani az életén, bár ugye egyikünk sem tudja, hogy meddig tart. De tartson tovább. Mindenképpen ez van, hogy azért tartson tovább, és rengeteg dolgot hallunk arról, hogy mivel rövidítjük az életünket. Dompapa, mondjál még. Chardonnay. Most csak egyet tud, Dompapa. Dompapa, Chardonnay, Kohiba, Marlboro. Tehát ezek az élet rövidítő tényezők. És a legnépszerűbbek. A legnépszerűbbek. És nem baj, hogyha a mérleg másik serpenyőibe is teszünk valamit, és ebben Jákob Zoli barátunk valamit felfedezett. Képzeljétek el, ő volt ugye a nagy ő, de amúgy ő vállalkozott, nem az a foglalkozása nyilván. És ő szerzett magának most plusz 7 évet. Kiment Svájcba pár napra, és plusz 7 évvel jött haza. És ez nem olyan, mint az a film, ahol a Justin Timberlake-nek a karján ott vannak a LED kijelzők, és veszi, adja. Nem ezt csinálták a Zolival. Vett plusz 7 évet a Zoli. De ez, mi az az intézet, ami azt mondja neked, hogy mennyire kiszámoltuk, ez kereken 7 év, amit tudunk adni. Itt járt a Zoli, nem tudom, mi az intézet. És mit csinálnak ott? Tehát ott, hogy valami kezelés van, beavatkozás van, vagy életmód? Mert én azért arra gyanakszom. Hát valami az életmóddal, de ezt megcsinálták neki. De van, 7 évvel jött haza Svájcból, érted? És ez, na jó, kell vele beszélnünk. Jákob Zolit hívjuk ezért, hogy lehet plusz 7 évet szerezni, ő hogy kapta meg, ő már fiatalabbnak érzi magát, mondja. Tök jó. Jó, ezekről fogunk vele beszélni mindjárt. 8 óra 14 perc van most pontosan. Jó reggelt minden hallgatónknak, jó reggelt Lacinak persze. Jó reggelt. A Gyurinak is. Jó reggelt, sziasztok. Anettől is nektek egy jó reggelt. Hello. Jó reggelt, sziasztok. Igen, üzenik még, hogy mézes puszedlis jó reggelt Magyarország. Ezt Henny üzet. Ez csak egy ilyen, köszönjük. És ez is egy hangulatkép. Igen, Kubából is kaptunk Buenos Dias Amigos, ismét Kubából, ahol mostanában hűvös az időjárás, a kubaiak nagyon fáznak reggelente. A pezó tovább romlik, mostanában már 300 pezót adnak 1 euróért 2022. januárjában még csak 80-at kaptunk. És mindezt Janek írja nekünk Kaibarienből, nem tudom, ez hol van, de ő szokott bennünket onnan néha tudósítani. Oké, köszönjük szépen, gyerekek, és most beszéljünk, nem is az örök életről, de az, hogy hogyan tudnánk, mindenki ezen dolgozik, nem? Hogy hogyan tudnánk meghosszabbítani az életünket. Egyrészt maga az orvostudomány. Hát igen, másrészt meg szerintem az életmódba találja meg mindenki, vagy oda vágyja, hogy ott majd talán megtanul, de aztán senkinek nincs elég ereje, Csinálja. Igen, mindenkinek az az álma, hogy ne kelljen ezért minden nap szenvedni, hanem csináljanak velem valamit, és akkor ezzel le van tudva. Igen.
Igen, ez hát úgy könnyű, de ez volna a jó. Igen. Tehát ez a együnk zeller szárat és hussál napi 8 kilométert, és majd akkor tovább élsz. Ez nem deal sokaknak, persze van, aki és ugye hát a másik serpenyőbe is teszünk sok mindent. Tehát, hogy az előbb felsoroltuk, hogy azért egy jó diplomatikó, illetve egy kis sárdoné, egy kis Marlboro, egy kis Kohiba szivar, meg minden. Jól van, tudtam, hogy ismered az összeset, jól van. Jó, persze, de hát mondják is, hogy egy cigi, nem tudom, hallottam ilyet, nem tudom, igaz-e, 10 percet elvesz az életedből. Nagyjából ezt szokták mondani, igen. Igen, 10 perc, negyed óra. De sose tudjuk meg, hogy igaz-e vagy sem. Persze, ugyanúgy azt sem tudjuk meg, ahogy mit tudom, valami gyümölcsre mondják, mit tudom, goji bogyó, vagy ilyenek, hogy na az 5 percet hozzáad az életet, az, hogyha állandóan azt teszed. Hát, így van, és akkor kirakjuk ugye a szivarokat, kirakjuk a goji bogyókat, és akkor megnézzük, hogy tudjuk balanszban tartani. Azt hittem, hogy ki melyikre nyúl rá. Igen. Nem, hát 3 gram goji bogyó az lehet, hogy egy kohiba. Nagyon jó, akkor pár tagász. Jó, mindegy, akkor egy Marlboro. Jó, azt hiszem, egy 3 zsák goji bogyót bedönthetsz. Na jó, gyerekek, ma egyébként nem arról lesz szó, hogy hogyan tudunk fiatalítani magunkon, csak valaki félreértette a promónkat, tehát nem fiatalítani akarunk magunkon, mert ugye az a kozmetikai beavatkozások, meg nem tudom... Ja, ugyanakkor halsz meg egyébként, csak szebben. Csak szebben, így van, pontosan, hanem plusz éveket nyerni. Ez itt a lényeg. Tehát plusz éveket nyerni, és képzeljétek el, hogy egy régi barátunk ezt a dolgot most megtapasztalta. Nem tudom befejezetnek tekinteni ezt a mondatot, megtapasztalta, hiszen ugye nincs a halálán, amikor most azt mondhatná, hogy már a plusz hetemet élem a plusz fel. Hét évemet, igen. Tulajdonképpen ez egy ígéret most, amit igen. Azt sem tudjuk, hogy mire alapozott bárki, mikor megtette. Igen. Jákob Zoliról beszélünk, a nagyőből biztos, ismeritek, amúgy vállalkozó, tehát nem ez a foglalkozása, hogy nagyő. És ő most Svájcban járt, egy élethosszabbító programon, és hazajött plusz 7 évvel. Mm. Az ígéretek szerint. Na, és egy csomó kérdésünk lenne vele, de mit kezdeni plusz 7 évvel? Tehát mire kalibrálod most az egészségi állapotodat? Hány éves korodig fogsz, vagy szeretnél élni? Hát szerintem ilyen 80-ig biztos, hogy legyen bizony. Az lenne, 81. Jobb lenne 87? Te azt kell, hogy mondjam, hogyha jó állapotban vagyok, akkor igen, akkor nagyon szívesen élnék tovább. Ez a rohadt nehéz ebben, igen. Hogy ezt most eldönteni, amikor az ember, tehát hogy majd a végén eldöntöd. Persze, amikor igen. 75 vagy, és felteszed ezt a kérdést, hogy 80 vagy 87, akkor nyilván mindenki azt mondja, hogy 87. Igen. Szerintem az igen. Ember legyen mohó, és akarjon több éveket. Jó. Hadd zavarjuk az unokáinkat. Akkor még én 14-et szeretnék. Na jó, hogy megy a 14, ez is egy jó kérdés, és hát ugye utoljára a Svájc és az élethosszabbítás kapcsán azt olvastuk, hogy a Rolling Stones valamikor 70-es években befeküdt egy svájci klinikára, és kicserélték mindenkinek a vérét, ez tartott egy pár órát, és frissen mentek tovább turnézni, és fogyasztani. Igen, és hát ezek szerint működik, mert azóta is úgy táncol mindegyik, mintha nem is tomágyúból lőtték volna őket. Ők már túl vannak a garanciális időszakon. Igen. Igen, de a mi barátunk, Jákob Zoli nyilván nem ilyen eljáráson vett részt, hanem valami teljesen máson, és ezért gondoltuk, hogy mindenképpen beszéljünk vele. Itt van a vonal végén Jákob Zoltán. Szia Zoli, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Sziasztok. Na, ez ugye akkor nem a Rolling Stones féle volt, amin voltál. Nem, ez egy teljesen más típus. Egyébként voltak ott hírességek, egy folyosófala tele van képekkel, nem tudom, melyik na, király volt ott, melyik pápa, ott volt a Jockey Ewing a Dallasból. Jockey Ewing a Dallas, de csupa halottat sorolsz fel. Igen, ezt kérdezik, ezzel rögtünk, kár, hogy nem voltatok ott. Ezzel rögtünk, mert én vittem szakértőket, és azt kérdezgetik, 100 éves az intézmény, ahol jártunk, és hát, hogy ezek miért haltak meg? Azt mondták, hogy hát meghaltak volna korábban is, de legalább... Ez nagyon jó. Ez nem lehet megfogni ezt a 7 évet, hogy már azt... Hát lehet, hogy te is azt töltöd, Zoli. Na most... De te ezt végigcsináltad, ezt a pápa jockey programot, te is végigtoltad, nem? Végigtoltam. Az a 7 év, ez nem ennyire konkrét. Tehát azzal kezdődik a program, hogy első este, mikor odaértem, legalább 20 ilyen kémcsőnyi vért levettek, aztán másnap átküldtek
annyiféle ilyen modern nyugat-európai típusú gépen, ami még Magyarországon nincsen, így teljesen a szeletenként minden részletemet átvizsgálták, és igazából ez a longevity, ez egy latin szó, ez az élethosszavítás jelenti, ez még Amerikában sincs olyan szinten, mint itt Svájcban. Tehát azért örültem, hogy itt a közelben van egy ilyen dolog, és ez nagyon híres, és átestél egy vizsgálaton, tehát labor és mindenféle más, amit gépeket még nem láttál. Igen, és az első legfontosabb, amit megnéznek, az a genetikám, hogy mit hoztam magammal. Aztán van egy másik fajta genetika, az epigenetika, hogy mi az, ami lehet még változtatni, ami genetikai, de változtatható, és milyen szinten állok, és akkor itt majd a dohányzásra mindjárt átérünk, amit említettél, mert az nagyon nagy jelentősége van. És akkor utána, amit ők tudnak befolyásolni, az a táplálkozás, amit mondtatok, igen, hogy például 45%-kal lehet csökkenteni mondjuk a vastagbél rák valószínűségét, ha rostot eszel. Ha nem eszel rostot, akkor 45%-kal több a valószínűség, hogy abba halsz meg. De nagyon sok ilyen van. A sport is hozzá tud adni nagyon sok évet az élethez. Na de most kezdesz olyan dolgokat mondani, amiket már mi is hallottunk. Tehát oké, rostos cucc, sport, nyilvánvalóan egészséges életmód. Tehát ugye ennél azért többet ad ez a csomag. Na most van ezen kívül az, hogy milyen táplálék kiegészítőket kapok. Tehát én ott elkezdtek rajtam egy kúrát, tehát kaptam infúziókat, injekciókat és kapszulákat, és ez csak elkezdődött, ez egy hét volt, és ez egy 3 hónapos program, ami alatt én elérem azt a szintet, és akkor fogom magam úgy érezni, olyan könnyűnek, és olyan energikusnak, és olyan hosszú életű feelingem lesz, hogy elértük a célt. Három és akkor hónap. Erre néhány évente érdemes visszamenni. Mert várjál, ez bentalvásos volt? Tehát ott, ez egy teljesen egy klinikai bentalvásos. És hol volt a dohányzó? Hol volt dohányzó ki? Elmondom neked, igen? hogy én meglepődtem azon, hogy az epigenetika, amin ugye az ember tud változtatni, amin nem lehet változtatni, abban 4 fő szempont van, és azok közül az egyik a dohányzás. Igen. És ez nálam szerencsére nulla. Tehát az nagyon-nagyon sokat befolyásol az élethosszadon. A másik az alkohol, ugye, ami úgy van, hogy én most 2 éve már nem iszom. De Zoli, a játékaimat veszed el. De még mindig a genetikámban benne van az alkohol. Tehát, hogy előtte jártam bulizni nagyon sokat, és ez még mindig látszik. Szóval ezek nem olyan egyik napról, másik napról megváltoztatható dolgok, de lehet rajtuk dolgozni, és ki mennyire érzékeny rá, az is fontos. Uh-huh. És akkor a másik 2 szempont már csak a sport, meg a táplálkozás. Ezek a változtatható dolgok, és akkor megnézik azt, hogy miben fogok meghalni. Na, miben fogsz meghalni, Zoli? Mondom. Trombozisban, genetikai trombozisban nem fogok meghalni. Okay. Magas vérnyomásban, tehát agyvérzésben nem fogok meghalni, meg fogok halni infarktusban. Hát figyú, az is egyfajta trombózis, ha belegondolsz. Igen, na de most akkor itt jön a lényeg, hogy megmérik a szívem állapotát, a szívizmom a 100%-os, a körülötte levő erekben egy nulla lerakódás van egyelőre. Akkor miért mondanak ilyet? Hát azért, mert a gyerekkel figyelnem, mert genetikailag erre értem. Vagyok kódolva. Jajajajajajajaj, aha. Erre vagyok kódolva. És úgy, akkor ugye elkezd, miket ettél ott, nem tudom, egy hetet voltál ott, azt mondtad. Hát ott jól elszorakoztunk volna mindannyian, ahogy hallottam, amiket voltak, hogy hát olyanokat ettünk, amiről szinte alig tudtuk, hogy mik. Pedig szakértőkkel voltam ott, csak nyilván nem ebben szakértők. tehát ezeknek a növényeknek, de teljesen glutén és laktózmentes volt minden, és volt köztük laktózérzékeny, és minden egyes pudingnál, vagy madártejnél megkérdezte, hogy biztosan nincs benne laktóz, mert úgy készítik el az ételeket, mint hogyha azt lennéd, amit egyébként ennél, de kivonnak belőle minden olyan dolgot, ami esetleg neked árt. Oké. Igen? Na, igen. Jó, akkor azt olvastam, hogy te már úgy jöttél haza, hogy már fiatalabbnak érezted magad, mert tehát már az egy hét is, mint a fiatalított volna rajtad, ugye? Igen. Jó, igen. Melyik testrészedet érezted, hogy másképp működik? Hát az egész testem az könnyebb. És úgy van, hogy ugye elkezdtem szedni ezeket a
kis bogyókat. Van egy általános része, amit már szedek, és van egy olyan része, amit még most fognak postán küldeni, hát az összes eredményem alapján még össze fognak állítani olyan csomagot, amit utána szedek még, és akkor az kifejezetten rám van szabva. És ezek az egész metodika kajával, bogyókkal együtt, ez például a genetikádba be tud avatkozni? Mert ugye itt arról beszélünk, hogy a rizikófaktorokat felmérték, és akkor a bizonyos, még a genetikában javítható dolgokat próbál javítani. Tehát, hogy... Szóval kétféle genetika van. Van a veled született, az van vagy ilyen 30 féle szempont. Azokban nem tud beleavatkozni, de meg tudja mondani, mi az, amire hajlamos vagy, és mire kell figyelned ezzel kapcsolatban. Az epigenetika, amiket mondtam, az a 4 fő dolog, ezen pedig lehet változtatni, ez változik. Tehát, hogy ha én most visszamegyek 2 év múlva, akkor a genetikám ugyanaz marad, az epigenetikám pedig remélhetőleg változni fog. Tehát a sport és a táplálkozás, ez nagyon fontos 2 szempont. Ezeknél javulás kell, hogy legyen nálam. Uh-huh. Jó. És akkor mikor kapod meg a 7 évet? Postán. Az is postán. Hát egyelőre fel van függesztve 2 órapra. Hát most a gyárfásnak jó lenne ez a kúra. Mert akkor indul, amikor... Na most ez a 7 év, ez egy ilyen átlag ökölszám, ez lehet sokkal több is. Tehát, hogyha én mondjuk a szívinfarktusra vagyok hajlamos, és hogy a megfelelően beállított mozgással, itt ugye olyan mozgásokat kell végeznem, futás, egyebek, amik a szívre hatnak, akkor sokkal többet is hosszabbíthatok. Aha. És akkor még nem is beszéltünk azokról a genetikai faktorokról, amik a rákkal kapcsolatosak, hogy ki milyen rákra hajlamos, és még van egy csomó minden. Tehát például van az, hogy a kávé lebontás. Milyen gyorsan bontod le a kávét? Aki gyorsan lebontja, azok az emberek, azok megjátnak bármennyi kávét, nekik még javítja is a vérrel kapcsolatos dolgaikat, akik pedig lassú lebontók, azok meg nem ijatnak sok kávét, mert azoknak a vérnyomásukat megemeli. Aha. Szóval, hát ez egy nagy csomag, de... Annyira, bonyolult? De mibe kerül egy ilyen kúra, mint te voltál? Hát mondtátok, hogy nem lehet számokat mondani. Hát dehogy mondtuk ilyet, nem tudom, ki mondta ezt. Nem mondtuk. Akkor nem voltál ott. Nem én voltam. Mondtátok, hogy 10 millió felett nem lehet mondani számokat. Ez biztos a Hajdú Péternél volt. Nem mondom meg, hogy mennyibe kerül ez a kúra? Nem mondom meg, hogy 10 millió fölött van. 10 millió fölött egy ilyen kúra? Aha, de ez az egy hét. Vagy ez, ebben már benne van a következő kezelés is, meg az összes bogyó a következő évekre? Nincs. Erre még jönnek eszvek. Aha. És igen. Ha kiteszik a képed, azt jelenti, hogy meghaltál? Egyelőre azt mondták, hogy vissza kell vennem, és még nem mertem mondani, hogy tegyék ki. Még annyira nem ismernek. Küldjön már egy fotót, Jákob úr! Mert várjál, Zoli, valami ilyesmit is véltem olvasni a veled folytatott beszélgetésekből, hogy minthogy te ezt a metodikát ide hoznád Magyarországra. Igen, azért vittem szakértőket, mert hát én akarok ilyesmivel foglalkozni, nyilván nem ilyen szinten, mint ez, de ilyen táplálékkiegészítők tekintetében szeretnék átültetni dolgokat, és ezt itt Magyarországon is elkezdeni, hogy ezzel foglalkozzunk mindannyian, és ezen dolgozunk most. De mit mondanak a szakértőid? Ők valami tényleg valami újat csinálnak, valami eltérőt, vagy annyiféle táplálékkiegészítő van, hogy az ember... Ők azt tudják, a svájciak, hogy a tudomány mai állása szerint a legmodernebb dolgokat tudják, de azt mondták, hogy ha 2 év múlva visszamegyek, teljesen más kiegészítőket fogok kapni, mert update-elik, uh-huh. És most a mesterséges intelligencia miatt annyira felgyorsult ez az egész dolog, hogy akkor legközelebb megyek, akkor lehet, hogy nem azt mondják, hogy 7 év, hanem azt mondják, hogy 15. És egyébként nem szeretnék olyan hosszan élni, aktivitás nélkül, tehát így leülve a sarokba, aha. Hanem nekem az egyik példaképpen az David Attenborough, aki ugye 100 évesen is aktív, és látszik rajta, hogy még él. Tehát ő még gondolkodik. Az jó, ha látszik. hogy éli az életét, értem. Igen. Igen. Húha, hát Zoli, nem tudom. Figyú, nem tudom, mit mondjak.
Próbálunk barátságosak maradni. Nem! Mert én azért kicsit azt érzem, hogy azért 10 plusz millió forintért azért egy orvosi kivizsgálás, meg az, hogy egyébként mozogjál és az úgy hülyeség, egészségesen. Igen. De ha azt mondod, hogy 10 millióért kapsz 7 évet, az már nem olyan rossz. Hát mondani én is tudok bármit. Na jó, csak a Zolinak több pénze van, mint neked, az vágod. Ez tény, meg is fogok halni hamarabb, mint a Zoli. De nem az, de hát, hogy ő kipróbálja, azt én tökre értem. Szóval a te szakembereid azt mondják, hogy ez a dolog, ez működhet? Igen, ez abszolút működhet, és működni is fog. Mert hát látod te is, hogy a mesterséges intelligencia mikre képes most már, és az orvosokkal összefognak meg a genetikával, akkor mindannyian sokkal tovább tudunk élni. Csak az a kérdés, hogy milyen minőségben. Azt viszont már rajtunk múlik. Hát igen, de most hazajöttél, és akkor innentől folytatod ezt a szenvedést? Ja, ne, figyelj, eddig se dohányoztam. Na jó, oké, az a te mázlid, igen, de amúgy, tehát akkor megint nem iszol, répát teszel és futsz, tehát hogy nagyjából... Nem, nagyjából a sporttevékenység az nem arról szól, ugye, hogy olyat kell csinálnod, ami kellemetlen neked, hanem inkább a rendszerességgel, meg arra, hogy mire vagy hajlamos azzal kapcsolatosan, tehát vagy izomerőt kell növelni, vagy kardiót kell, ezért nekem pont a kardiót, de például ilyet is megállapítanak, amikor átnéznek, hogy csontritkulásra hajlamos vagyok, és akkor tudom, hogy én nem jatok kólát, meg karfiat kell ennem, meg, és a bélforrát is, ugye, azt senki nem tudja, hogy mennyire fontos, ott elmondják, hogy a joghurt, az ilyen dolgok, annál az egyik legfontosabb dolog a táplálkozásban, és ha ezeket nem tudod, akkor a bélforrád nem működik jól, és az agyad is rosszul fog működni. Jó, hát figyelj, ebből a 10 millióból most nekem is átadtál egy párat, tehát most én is már tudom, hogy joghurt, egy kis séta a futógépen, ilyesmi neked egyébként, bocs, de ilyen gazdag ember lévén neked vannak drága pezsgőid otthon? Hát figyelj, az a helyzet, hogy nem mondok márkanevet, hogy abban a pezsgőből van 100 000-es is, meg 2 milliós is, és akkor így előveszed, és akkor azt hiszik, hogy 2 milliós, és közben idézőjelben csak 100 000. Szóval én nem tartok ilyen dolgokat. Van 2 nagyon jó borom, ami itt van pont előttem a vitrínbe. De valamit küldjél már rá, tehát most olyan svájciak megtiltották neked, hogy ezeket fogyasz, valamit átküldhetnél. Ezt a 2 bordát küldöm. Jó, köszi. Jó, én küldök neked szivart. Jó, azt szeretem egyébként, néha lehet, csak néha. Nem minden nap. Na jó van, Zoli. Hát nagyon köszönjük, kíváncsiak vagyunk a folytatásra egyébként, majd mindenképpen beszéljünk, hát jó? Hát remélem, hogy ti is megéritek majd, és akkor... Hát addig hozd ide ezt a technológiát, amíg... Ja, nem, ez már, nem. Annál arra gondoltam, hanem az, hogy az élethosszabbításomat ti is megéritek, hogy ja, mennyire lesz. Hát hosszabb. Nem, hát te fiatalabb vagy nálam, én előbb fogok meghalni, ha csak... Én vagyok fiatalabb? Jó, vicces vagy nagyon. Nem vagy fiatalabb nálam? Biztos, hogy fiatalabb. De... Nem, most ne beszéljük meg az életkorunkat, mert... Ja, jó, legyünk én olyanok... nem 68-as vagyok, én 88-as vagyok, igen. Fiatalabb vagyok. Na jó, Zoli, nagyon köszönjük, és meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Köszi, szia! Sziasztok. Szép napot neked. Neked is, sziasztok. Jákob Zoli. Zoli végül is bemondta azt, hogy nálad 7 évvel lehet, hogy tovább fog élni. Nagyjából. Gyerekek, én továbbra is, bocs, én nem akarok kételkelő lenni, de ezért a 10 millió pluszért megmondják neki, hogy milyen a szíve, meg a bélflórája, és aztán vitamin szedjé, meg mozogjál. Hát a svájci klinikán el tudom képzelni, hogy ez jó, oké, lehet, de figyelj, azért neki most ez olyan, mint hogyha te kifizetnél 2000 forintot. Tehát, hogy nem egy olyan nagy tétel, és ő kíváncsi volt erre. Egyébként szerintem azért is, hogy ez egy üzleti modell tud-e lenni Magyarországon. Aha. Tehát ő ezért nézte ezt meg. Na jó, gyerekek, ez a 7 év, ezt nézzük meg. Tehát gondoljatok vissza, drága hallgatók, mondjuk 7 évvel ezelőtti önmagadra. Uh-huh. Mi működött akkor sokkal jobban? Rajtad, vagy benned, vagy mint most? 7 évvel ezelőtti, te tudod? 7 évvel ezelőtti? Én nagyjából hasonló állapotban voltam, igen. De hát azért nem mindegy, mert a 14 évesen hallgatunk van, akkor majd meg... akkor még tudtam 5 métert pisilni. Ma már csak a 2 megy. Szóval nem, arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, amit visszasírsz a 7 évvel korábbi önmagadból. És megadnál érte bármennyi pénzt, hogy azt visszaszerezd. Ez a Há,
3:09 elmúlt 2 perccel. Gyerekek, nagyon jó sztorik jöttek a 7 évvel ezelőtti énjükről, amit a hallgatók írtak nekünk. Amúgy meg ezeket. Sziasztok, bírom nagyon Zolit. Én is simán elmennék egy ilyen kúrára, de ezt anyagilag még nem tehetem meg, így maradnak a zöldségek, amit a munkából adódóan alig eszem. Pusszantás a zöldséges Zsolt. Hát ja, magunk szintjén mi is tudunk valamit ebből megvalósítani. Hát jó, bizony. Egyébként ez egy komolyabb menedzser szűrés, ha bele gondoltok. Tehát gondolom, hogy ezeket nagy munkával, ezeket a nem tudom, eredményeket itthon is be tudod szerezni magadról, csak nem egy helyen és nem gyorsan. Külön-külön, tehát genetikai szűrés van, ilyen csontritkulás szűrés van, mit tudom én, még milyen bélflóra vizsgált is, tehát amiket úgy minden van. Mindegyik van. Igen, igen, igen. Csak hát ezt összefogva valakit neked tényleg, és hát nyilvánvalóan itt azok a táplálék kiegészítők, már az üzleti része, stb. De ezeket persze meg tudod itthon is csinálni. Igen, talán az a nehezebb, hogy ezt mind együtt valaki vagy valakik átlássák, és összehangolva személyre szabva adjanak neked valamilyenféle mutatás. Na, az az, ami nem biztos, hogy van. Így van. Sziasztok, szimpatikus ez a 7 év hosszabbítás, de én maradok a Csikungnál. Jó a műsor, Józsi. Csikung mindig segít. Zoli, egyen bogyókat, én iszom sárdonét. Lesz, ami lesz. Uh-huh. Hát igen. Ez csodálatos élet hosszabbító meg is véd a balesettel okozott haláltól. Jó, szerintem Isten. Már ezt a világot nagyon beteg lett, hogy nem tudják, mit csináljanak a pénzből az emberek. De komoly az a kérdés? Remélem, hát, nem. Szerintem, de... De lehet, hogy komoly a kérdés. Na mindegy. 7 éve ezelőtti hallgatóink, figyeljetek. 7 éve 6 gyerkőcünk velünk élt, kirepültek. Ó! Tehát az egy sokkal jobb családi állapot volt, amikor minden gyerek ott volt még, és most ott vannak ők vélhetően ketten. Hát igen, hát de egyébként abszolút átélme nálunk, most a nagy, most fog egyetemre menni, és távozik, és majd nem lesz ott, és ez egy új élethelyzet. Akkor az... repül, igen. Igen, és akkor azt meg, és visszasírod. Tehát, hogy azok az idők, amikor még biztos, együtt. Biztos, abszolút. Engem most kéne agyon csapni, eltemetni, 7 éve sosem voltam jobb, mint most. Vagy 7 éve sem voltam jobb, mint most. Tehát ő most van a legjobb formájában, aha, őt most kéne. Oké, akkor sziasztok, az anyagcserém gyorsabb volt, üzeni tűnne. De helyes. Oh. Nem puffadt annyira tünde. Aha. Igen. Hát az anyagcsere tényleg nagyon változik, tehát az tény, de hát egyszerűen valamit kell változtatni az étrendeden, hogy az jobban működjön. Nem tudsz más csinálni. Igen, ahogy halad előre az ember a korban, újra meg újra muszáj megismered a saját működésed valószínűleg. Pontosan, tehát nem, én sem tudok egyébként ugyanazt enni, mint nem tudom, 24 éves koromban. Igen. És ez változott aztán a 35-44 éves koromban. Tehát az ember változtat az étkezési szokásait, illetve jó lenne, ha változtatna. A legtöbben nem teszik, ugyanazt teszik végig egész életükben. Persze. Én is most már megfigyelem, hogy azért 3 nap bulit sokkal nehezebben hozok le, mint ezelőtt egy 10 évvel. Így van. Például ez is. Ez vicces kérdés számomra. 7 éve 92 kiló voltam, most 65. Mm. Viszont több volt a hajam. Szuper téma, Évi. Hát de akkor biztos, hogy könnyebb, meg jobb. Mi? Könnyű, hát a haj nélkül? Hát az nehéz. Ne sírd vissza a hajad. Az nehéz. De legalább kínos vagy. Nem, megértem én őt. Hello, Főni. 7 évvel ezelőtt akkor még nálam lakott a lúzer csajom, de az hál' Istennek elköltözött április 1-én a bolondok napján. Azt az energiát, ami bennem volt akkor, na azt jó lenne visszakapni. Imi az kecsó. Sziasztok, én a 7 évvel ezelőtti libidómat szeretném visszakapni, beléptem a változókorba, és jelenleg a nullával egyenlő. Szerencsére a párom jól tolerálja, de ha visszakaphatnám, azért simán fizetnék. Változókor, akkor ezt gondolom, hogy hölgy írhatta, egy következő is írja egyébként, de hát erre nincsenek, hát nem tudom, valamiféle biztos, hogy gyógyszerek, van. Tehát hogy hormonálisan. Nem, a libidó az gondolj bele, egy összeszokott pár, akiknek amúgy semmi bajuk, és akkor az egyikük elkezd kicsekkolni ebből, hogy azon azért még érdemes segíteni. Hát hogyne, nem tudom, Anett, tudsz erről valamit? Hát én még nem tudok, de azt gondolom, hogy egyébként orvosnál bármit meg lehet vele beszélni. És én szerintem menjen is, beszéld meg velem, ez egy nagyon fontos dolog. Sziasztok, 7 éve még felszaladtam a 10-re, volt libidóm, és tökéletes volt a testem. 57 vagyok, üzeni Ildi. Tehát 50 éves korában még ment, 57 éves korában már nem. És ő is a libidóra panaszkodik. Az érdekes. De egyébként tehát ez a 3 dolog akár összefüggő is lehet simán. Hogy föl tudsz szaladni a 10-re, az hiszem 57 évesen azért el lehet érni valamilyen módon, hogy egy idő után azt újra meg tud csinálni. Hogy újra olyan állapotban legyen a szervezeted, mert szerintem egyébként az egészségeddel, meg mondjuk a testsúlyoddal is összefüggésben, szerintem a libidó is biztos, hogy máshogy alakul. Hát azért a libidó az egy hormonális kérdés is, tehát nem csak lépcsőfutás. De értem, hogy
mire gondolod, Laci, tehát a fizikai fittség az igen, azért hozzájárul. Persze, mentálisan is igen. Szerintem. Minél jobban haladsz előre a korban, annál hangsúlyosabb, hogy tisztán élj, idézőjelben tisztán táplálkozz, ne fogyassz annyi erre kell törekedni, igen. Ja, azóta jobban hord. Addig a bokám húgyoztam le, most már a térdem, Boltos Gyuri. Értjük a hordigét. Jó, de ez is egy szempont. Igen, igen. Neked is örülünk. Abszolút, igen. Abszolút. Most ez mi? Ez nem kínos. Nem, egyáltalán nem. Az ápoltság fontos. Nem az ápoltság, nem, jaj, Istenem, hanem hogy a kompresszió más. Hogyne, szeretem a szemléletes példákat. Tudod, hogy én ha valaki, én szeretem. Na jó. Sziasztok, én 7 évvel ezelőtt voltam várandós, a hajam szuper volt, és akkor még nem volt ráncos a homlokom. Ezt nem bánnám, ha így maradt volna, de a kislányommal nagyobb kárpótlást nem kaphattam volna. Szép napot kívánok nektek. Hát igen, ezek. Jó, hirtelen ezek jöttek, de ezek mind-mind nagyon érdekes és érvényes dolgok. Jövünk, egy hangcsapdát még mindenképpen játszunk. És tegnapi hanggal egyébként. Igen, nem teljesen jó a hangmérőség, picit ilyen zajos környezetben lett fölvéve, de hát, ha valaki ki tudja hámozni, és tényleg akkor csak az hívjon, aki úgy gondolja, hogy tudja ki. Jó? Itt van. Amikor nekem ott lát. Én akcsony már nagyon nagy gyerek volt, jónak. 7-8 nem nagyon tudsz, hogy én nagyon érdekes, mert nagy kibészítem hazam. És ilyen 7 éves kolyát én újtak parancsszüleim. Na, Attila. Tegnappal együtt most már sokszor lejátszottuk. Attila lehet valami puska mikrofonnal rögzítette ezt valami titkos beszélgetésből, hogy nem tudom. Oké. Van egy közlekedésünk, még mielőtt a telefonszámot mondanánk. M4-es, 26-os kavicsnál Szolnok felé most csúszott egy autó az árokba. 8.41-kor, Frigyes. Köszönjük, Frigyes. Anett, óriási vagy. Jó, valaki tudja a hangcsapdát, hívjon 0-20-22-22-122. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi? Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lesz 2 perc múlva. Pár üzenet, sziasztok, erről azt gondolom, hogy hadd döntse már el mindenki, hogy mit szeretne enni mindenkinek kedves egészségére ahhoz, amit szeret Gyula. Gyula, igazad van, mindenki egyen azt, amit szeretne, persze, és nem is akar senki sem diktálni senkinek, hogy mit egyen, de valóban az anyagcsere, meg az egészséges életmódhoz bizonyos embereknél jobb, hogyha egyfajta életmódváltáshoz vezet, nem? Igen, tehát, hogy... és ezzel kapcsolatban nem árt néha egy picit beszélni azért, hogy edukáljuk az embereket, mert nem tudjuk, nem tudják, aki nem foglalkozik vele, az nem tudja, hogy egyébként mivel mit tesz a szervezetének. Tehát ez baromi fontos. Szerintem. Igen, de valaki, hogy Gyula azt mondja, hogy én ezt leszarom. Tehát, hogy nem érdekel, jó. Mert én így szeretek. Majd maximum meghalok 10 évvel előbb, jó. De akkor is jót ettem. Igaza van az ő szempontjából. Így van, hát akkor őt nem akartuk ezzel a témával felkorbácsolni. Így van. 7 évvel ezelőtt végeztünk az egyetemen, 7 éve házasodtunk, költöztünk albérletbe, kezdtük a közös életünket. Azóta az albérletből saját otthon lett, és három gyönyörű gyermekünk van. Hát akkor te nem sírod azt visszagondolom, vagy nem tudom. Jó, Áron van a vonalban. Szia, Áron, hello. Hello, sziasztok. Jó reggelt, Áron. 7 évvel ezelőtt hol voltál? Még akkor kezdtem a középvizsgát, még fiatal vagyok. Aha, akkor kezdtem. Szemtelen fiatal. Nem baj az. És azok jobb évek voltak, vagy a mostani évek? Én a mostanit egyelőre még jobban élvezem. Akkor te most mennyi vagy? 21 körül? 22. 22. Igen. Gyuri, mit tudsz mondani? Jönnek még jobb évek, vagy... Ezt őrizze meg Áron. Tudnak még jönni jobb évek, 30-ig, simán. 30-ig, és utána lejtő. Utána lejtő? Azt használd ki, Áron. Jó, rendben. Sokkal jobban bírod a kihozanodást, a másnaposság az egy másodperc, és... Így, még bírom, igen, még jó. Bírom. És hát ugye a csajok, meg minden, hát ott tudsz a legjobban teljesíteni. Persze. Szóval most a bocsi minden szempontját hallottad ebben a témában. Oké, Áron, kezdjük el, mutatjuk a hangot, jó? Rendben. Amikor nekem most lát. Én akcsony már nagyon nagy gyerek volt, jónak. 7-8 nem nagyon tudsz, hogy én nagyon érdekes, mert nagy kibészítem hazam. És ilyen 7 éves kolyát én újtak parancsszüleim. Na, ki a tipped? Lehet körbe tapogatózni egy kicsit. Tapogatóz, persze. Egy tehetségkutatóban ott. Zsűritag? Volt. Igen, volt. Nem tudom éppen most. A Sztárbansztárat hiszem, vagy melyik. Aha, abban is volt, igen. Meg az Eurovízión is részt vett egy, igen, nem tudom melyikében. Így van. Pápai Jóci. Így van, de jó vagy. Nagyon érdekes, mert nagyon nagy gyerek voltam. És
És 7-8 évesen már nem nagyon tudtak parancsolni nekem a szüleim. Szóval, hogy én akkor jártam haza, amikor én úgy jónak láttam. Igen. Pedig milyen rossz hangfelvétel volt, tehát, hogy ebből kitalálni... De ment, ügyes vagy. Igen, a tegnapi napon a segítségedekkel jöttünk rá. Oké. Akkor. Na jó, ez az, figyelni kell, úgyhogy van egy bocsizacsit a téli sapkával meg a bögrével. Nagyon szépen köszönöm. Mi is. Áron, köszi, hívunk majd, elkérjük a címedet is, jó? Rendben. Köszi. Köszönöm szépen. Szia. Hello. Áron is jó arc volt, jövünk vissza, és Vályi Pista készülődik autós tippekkel. Az egyik az, amikor túl gondoskodjuk az autónkat, és olyan dolgokat követünk el, amely azt hiszem, hogy jót teszünk az autónknak, vagy szép lesz tőle az autónk, de ártunk. Igen, tisztogatási dolgok, meg különböző szokások, amire biztos vagy, hogy csak jót tehetsz neki, mert hát ugye úgy kell az autót tartani, és kiderül, hogy baromira nem. Ez az egyik, a másik pedig minél több elektromos autó, annál nagyobb tüzeket várhatunk a közeljövőben szétolvadt autók autópályákon, tehát óriási jövő elé nézünk, de ezzel egyébként a tűzoltóknak is új feladatot adnak, meg új technológiai eszközökre is van szükség, mert máshogy kell oltani az elektromos autókat, mint a hagyományosakat. És most van egy oltó láncsa, ugye? Ez a neve az eszköznek, amit most már itthon is használ. Na, ezt is bemutatja nekünk a Pista, hívjuk őt a hírek után. 9 óra 16 perc, jó reggelt, itt vagyunk megint, szevasztok, hello hallgatók, hello Laci. Jó reggelt, sziasztok. Hello Gyuri. Jó reggelt, hello. Szia Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Jött egy SMS, nagy okosság volt Esztert felvenni, ha soha nincs, bravo pancserek. Szerintem eltévesztetted a címet. Lehet. Az SMS címet, de mindegy. De jó, hogy itt vagy, köszi. Igen, kaptunk egy csomagot, annyira helyes, képzeljétek el, Erik Körtvélyesről, felvidékről küldte nekünk, és mindenkinek egyenként egy csomagot, benne egy póló, és kettő autóillatosító. Az autóillatosítók retrós logósak, és a póló elő retro logó, és hátul ez a bocskoros logó, de Háder, bocskor, lovász és héja fejre. Igen. Megcsinálva. Ezzel a BCHK-ra aláírással. Igen. Ugye a neveink. Nagyon helyes, és nagyon köszönjük. Nagyon köszönjük, Erik. 7 évvel ezelőtt még nem volt szívritmus zavarom, jobb volt az emésztésem, és nem voltam depressziós. István írja ezt még az előző témára. Érthető. 52 évesen nyerte meg az első Tough Guy versenyt, 62 évesen újra első lettem. Ez a világ legkeményebb akadályfutó versenye, úgy tudom, én vagyok az egyetlen magyar, aki ezen részt vett. Bravo. Gratulálunk. És egy közlekedési M0-ás lejárattól az M1-esen torlódás, üzenik a sövénysimogatók. Már nézem is. Akkor tehát, miattuk. Lehet, de M1-esen az M0-ás lejáratától van ez. Na jó, hát akkor szerintem Pista, jó? Mert annyi témát meg kell beszélnünk. Jöjjön ő. Szlovákiának túl jó volt, de nálunk megtalálta a helyét. Ő a járművekkel suttogó Vályi István. Jó reggel, Pista! Jó reggel kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit és a felvidékieket, meg külön, akik ilyen ajándékokat küldözgetnek nektek. Én annyira szeretnék 62 évesen ilyen Tough Man versenyt nyerni. Hát figyelj, jó úton haladsz, hát kevesen tudják, hogy én múlt héten találkoztam veled, és ugye a loboncolat elhagytad, lefogytál, elegáns. Fogytam rögtön, a loboncol az egy kiló le is ugrott rögtön. De amúgy is, elegáns, ingeket hordasz, tehát kezdesz Tough Guy lenni. Jaj, hát nagyon-nagyon kedves tőled. Remélem, hogy a jó akaratom az már jó eredménnyel is párosul, hiszen ez egy alapvető probléma az autózásban is, meg az autóknál is, meg hogy ugye az magánéletben is, hogy amikor tudod, mikor jót akarsz tenni, vagy még jobbat, de a végén így fordítva sülöl a dolg, szerintem mindenkivel történt már ilyen. Veletek is, még talán veled is. Igen, velem is, igen. Igen, de most az autó és múzolásra célzol? Igen, az autós múzolásra célzok, amikor túltolod, és igazából csak, hogy is mondom, kárt okozol, vagy ártasz. De mivel tudok? Hát figyelj, egy millió dolog, most tényleg egy pár eszembe jutott, meg egy tök jó cikket olvastam ezzel kapcsolatban, és akkor ezt így tovább görgettem a fejembe, hogy úristen, hányszor csináltam ilyet én is. Hát csak kintről nézzük, kezdjük az autómosást. Ugye, igen. Aki szeret törődni az autójával, az elviszi mosóba, vagy maga mossa. No most, alapvetően a nagyon sokszori mosás nem okvetlenül tesz jót, főleg a kefés mosóba, bár bevallom őszintén, ha okot szórok a fejemre, én is szoktam oda vinni autókat, tudom, nincs mindig az embernek ideje. Persze, ne legyen az már annyira ördögtől való meg. Hát azért összekárcolja, mindegy, hát valamiből meg kell élni a kozmetikásoknak, meg a polírozóknak, és nincs is ezzel semmi gond.
Azzal már inkább, amikor otthon régi módi papától ellesett módszerrel, ugye fogod a vödröt, a csampont, ami, ha nem autósampon, akkor inkább többet árt, mint használ, mert a benne lévő vegyjányokok azért a lakkot meg tudják szépen csócsálni, meg most már annyira píszik, akkor lassan tényleg vízfestékkel fogjuk, tulajdonképpen ma most azzal fényezzük az autókat, úgyhogy nagyon-nagyon háklis az autó fényezése mindenre, de mindenre. A hámadár rádúránt egyet, savas eső, ónos eső, mindenre, és akkor fogod a szivacsot, ugye a 100 forintos bótos szivacsot, belemártod, és fogod, és az egész a port, a koszta, mindent, azt így a szivacsal jó belehúzod a fényezésbe, majd ugyanabban a vödörbe kiöblíted a szivacsot, aminek az anyjában ott lesz a ricsó, fogod, és megint végighúzod. Szóval ez például az első öreg hiba, amit nagyon sokan elkövettek, alapvetően én a szivacsot nem is nagyon szeretem, inkább a mikroszálas kendővel behiszek, sőt, van mikroszálas törölköző, annál van egy találmány. Olyan, ami is van. Ugye van egy külön, mindenem van, van csak egy, mondom. Kell egy külön vödör az öblítővíznek, ha már otthon csinálod, ami tiszta víz, azzal öblítsd le. De ha beállsz egy ilyen kézimosóba, és nagyon sokszor látom, és a kollégáim is követték már ezt a hibát, hogy a kefével, ami alapvetően talán a felnire jó, sikálja végig az autót a samponnal. Oh, én nekem olyankor tényleg lég mellett kapok ott helybe. A létező legrosszabb dolog, amit csinálhat. Túl szigorú vagy, Pista. De nem, hát figyelj, utána meg sírunk, hogy hát kárcos, meg mat, meg ilyen körkörös az autó, az kicsit olyan, mint amikor otthon próbálsz meg polírozni, és rögtön ugye a belemész egy szép nagy felületbe, mert az könnyű, hát azt a legnehezebb, és akkor ilyen szép koncentrikus gabonaköröket rajzolsz a képzetőre, vagy ideóval. Nem, először a hab. A hab az azért kell, amit így rátüsszentesz, hogy szépen feloldja a szennyeződést, lefoljon. Ezért fellazítja, és utána lehet lándzsával, mert az sem biztos, hogy jó, ha rögtön először a lándzsával mész neki, nem csak azért, mert a nagy nyomás, és már jártam így új autónál, úgy lekapta a fényezést a lökhárító, hogy öröm volt nézni, hogy így röpköd el, mint a sok fehér. Bizony, sok fehér pillangó így röpködött ott. És akkor egy kicsit azért elgondolkodsz, hogy basszus, azért az X bar nyomáson nem biztos, hogy jó. Mert tudod, ha nem jön le, akkor azt csinálják, nagyon sokan még közelebb teszik. Nézd, ezen magas nyomásúval én azért nem kísérleteztem már autón, mert egyszer egy kerti rattánbútort tényleg elfűrészelt. Ezért gondoltam, hogy az autónak az ablakszigetelő gumiait valószínűleg teljesen leoldaná. Nem véletlenül van felrajzolva, ugye nekünk van egy pár autó mosunk így, ami vízonos, mindegy. Nem véletlenül van felrajzolva mindegyikre, hogy milyen messze tartsd. Azt nem ex-has találták ki, hanem az azért van, mert akkor nem teszel kárt az autóba. No, de mindegy, menjünk tovább. Jó, de azt is elkövettem, hogy picit sáros volt a crocsom, tudjátok, az a lukacsos papucs, száros volt a crocsom, és a terasz magas nyomású lett, gondoltam, akkor a crocsomot is, ami a lábamon volt, akkor azt egy picit leveretem. Hát azért a lábujjam azért nem köszönte meg, na. Figyelj, hát nekem is van egy ilyen kis gépe, most nem akarok nyomni a márkát, a 100 bar tud. Azért az már fáj. Az fáj. Főleg, hogyha közel teszed. No, de aztán menjünk tovább. Menjünk. Ugyanez érvényes arra, amikor kinyitod a motorteret, és nagyon szép egy tiszta motortér, mert az showroom shine, és milyen rohadt jó néz ki, jó a szemnek, és neki mész azonnal a magas nyomásúval, mert nem gondolod végig először, hogy mit csinálsz. Értem én, egy MTZ vagy egy Zetor dízelnek neki lehet menni, vagy egy öreg állólámpás, vagy valaminek, ahova két tyúkbél megy, aztán akkor is jár, hogyha vége van a világnak. Csak ugye mi alapvetően itt egy 20 éves autóban is már, meg régebbiben is, ugye rengeteg vezérlő elektronika van, rengeteg vezeték, rengeteg elektromos csatlakozó. És mivel ezek általában öreg autók, ezért már nagyon sok helyre szigetelés előregedett, vagy már nem úgy szigetel mindenütt, ahogy kéne, de akár újaknál is. És gondolj bele, hogy te ennek neki engeded a nyomás, hogy gyönyörű szépen lehoz mindent, csak aztán ne csodálkozz, hogyha karácsony lesz a műszerfalon, és belefuthatsz egy nagyon-nagyon csúnya pofonba, anyagilag is. Ez úgy igaz, de egyébként hogy javasolsz? De motorter, akkor hogy mosunk jól motorteret, nem lehet? Türelemmel és rongyal. Meg kis spritznivel, szépen. Az nagyon macerás, nagyon szépen néz ki, de nagyon sokszor ez ott van lefényképezve a mosóban, mert onnan már nem ment aztán sehova. De Pista, ahol motormosást hirdetnek, mondjuk ott így csinálják? Tehát rongyal és türelemmel?
ahol motormosás hirdetnek, ott valószínűleg először felnyitja a szakember, aki látott már 1500 ilyet, és ránéz, és megmondja, hogy ezt így lehet, úgy lehet, ilyen nyomással, itt lehet, vagy kimaszkolja, vagy kitakárja. Ilyenkor jön ugye az egyszerű ügyfélnek a megvilágosodás, de hát ezt én is meg tudom csinálni otthon, vagy a mosóban. Nem. Én ezt nagyon, én nagyon fázom, mert őszintén megmondom, én kiszoktam takarítani, de vagy kitakarom egy kartonnal, hogy ezt kell, hogy ne spriccen oda, viszont vannak olyan karosszériai járatok, esővízlefolyók, ahová azért jó, hogyha benyomsz, de ott is inkább a kis pepecselőst javaslom. Ugyanez érvényes arra, amikor ugye megetetjük az autót, mert kéri az olajat, és akkor itt van, és akkor feltöltöd, és akkor menjél még, mert a vantó nem kell félni elvet követve, az a jó, ha van benne sok. Azt ugye nívópálcát már úszik az egész az olajban, már a nívóra jön ki. Az nem fontos. Az nem gond, hogyha egy picit túltöltöd. Ugye a minimum meg a maximum jelölés között általában 1 liter szokott lenni a nívópálcán. Már amelyik autóban van még nívópálca. Nagyon sok új autóban már nincs. Úgyhogy még csak meg sem tudod nézni, mert a számítógép írja ki. Aha. De ha nagyon túltöltöd, akkor te azt hinnéd, hogy attól jobb lesz a kenés, mert sok benne az olaj, de épp ellenkezőleg úgy fel tud habosodni az olaj, ugye a főtenger szépen elkeveri a levegővel, hogy lényegében megszűnik a kenés, ugyanazt éred el, mintha nem lenne olaj az autóba. Az olajat nem szennyezheted semmivel. Az akkor őrzi meg a viszkozitását, mert a kenési tulajdonságait. Csonatól kezdve gól, mert túltöltötted. Van rá megoldás, fogni kell egy kis követ, bedugod a nívópálca mellett, és leszívod, hogyha be tudod. Valamennyit le kell belőle engedni. Hogyha azt látod, hogy már nagyon túl van töltve, előfordul, akkor az nem jó. Az legalább olyan rossz, mintha nem lenne benne olaj. Jé, ezt nem tudtam. Bizonyám. És ez nagyjából mindenre érvényes, ami szintre kell, hogy álljon. De mondom, visszatérve az elején a fényezéshez, nagyon sokan, van egy pár barátom, aki ezzel foglalkozik, egy gyönyörűen újítanak a karosszériát, ez a detailing, amikor részletekbe menően nagyon szépen fel is polírozzák, majd visszajön az ügyfél egy év múlva, másfél év múlva, hogy polírozzák fel megint. Mert nem érti meg, hogy azzal, hogy te polírozol, te ugye azzal elvékonyítod, az ugye festékrétekből veszel le. Persze. Ezt egyszer meg tudod csinálni, de vannak olyan autók, például japán autók nagyon sok, ahol egyszerűen olyan vékony a festékrétek, hogy nem tudod felpolírozni, mert egyszerűen leszednéd róla a szint effektíve. Azt se lehet a végtelenségig csinálni, hogy te polírozgatsz. Akkor vaxolni kell, a régió vaxolás. A vaxolás is működik, nagyon jó, csak az meg egy türelemjáték, mert nem csinálhatod tűzforrónak. Figyú, nekem van egy csodaszerem. Képzeld el, most a Lacika is mondta, hogy neki is rendeljek. Ez annyira jó, hogy már majdnem illegális. Igen. Méghozzá a száraz autómosás otthon a garázsban. És ugye miután a kabriót nem tudom nagyon vinni autómosóba, ezért ezt ott, de viszont télen nem szeretek kis slaggolni vödörrel, amit az előbb elmondtál. Van ilyen, ismerem. Az megrendeltem, jó, a mikroszállással tök jó működik. Megrendeltem, 2 mikroszálas törülköző kell hozzá, befújom, várok egy picit szétkerendő, úgyhogy egy irányba így lehordom a koszt, nem, nyilván ez ilyen esőcseppes koszt, meg egy picit nagyon mini sár, erre jó, másra nem. Igen. És aztán egy teljesen szárazzal, igazából azt a már szinte megszáradt ízét, azt nem kell nagy nyomással, nem kell nagy erővel, úgymond fényesre törlöd, és fényesebb az autó, mint valaha. És ezt megcsináltad. Itt mondtad ki a jót, hogy száraz rongyal, amikor lemossuk egy autót akár otthon is, nyilván nem verőfényes napsütésbe, hogy ne égjen bele minden a fényezésbe. Nagyon fontos, hogy töröljük át egy ilyen száraz mikroszálassal, semmi mással. Ezért nagyon-nagyon jó. Csillog-villog. Professzionális munkát végeztem. De hogy mondjak jó hírt is, ha már az autókkal tartunk meg az égésnél. Hála jó Istennek, ugye a Magyar Közútkezelő most vett új 13 új ilyen oltólándzsát, amit ugye az elektromos, illetve a hibrid autók tüzek eloltásához használnak. Ezzel már van 26, úgyhogy már lassan tényleg minden megyében van, akár még több is, ami nagyon-nagyon jó hír. Nagyon-nagyon jó hír, ugye ez az oltólándzsa az a cucc, ami ugye nagyon elviseli a magas hőmérsékletet is, és ugye effektíve át kell szúrni vele az akkumulátort, vagy az akkumulátor csomagot, hiszen a lényege az, hogy belülről hűtjed. Az akkumulátort, amikor már ég, akkor leginkább hűteni kell. És egy tök érdekes statisztikába futottam bele. Tehát ég egy elektromos autó, akkor az hogy működik? Hát elektromos autó, vagy egy hibrid autó, oda megy a tűzoltó, és átdöfi az akkumulátort ezzel a láncsával, és belülről nyomja tele vízzel. Ez nem csak azért jó, mert effektíve hűtöd a cellákat,
hanem nagyon-nagyon sok vizet spórolsz. Képzeld el, én utána néztem most reggel, még az adás előtt, létezik egy ilyen, hogy a Nemzetközi Tűzoltó Szervezetek Szövetsége. Ez egy ilyen szakmai szövetség, ez egy Franciaországban székelő szövetség, és utána néztem ott, ugye ők is teszteltek nagyon sok ilyen oltóláncsát, ezt úgy hívják, hogy amíg ezek nem voltak elterjedve, addig egy elektromos autó eloltásához átlagban 6600 liter vizet, az több mint 6 köbméter vizet használtak el. Uh-huh. Az rengeteg. Na most képzeld el, hogy autópályán azért nincsen ilyen mindenhol ennyi víz, meg azt oda kell valahogy vinni a tűzoltóknak. Viszont ezzel az oltóláncsával 750 literből megoldják, ami nem mindegy, ami tényleg a tizede szinte. Úgyhogy most van nálunk 13 ilyen új, a meglévő 13 mellett most már 26-ot tudnak használni, és ennek nagyon-nagyon örülök. Most nyilván ez nem egy vészmadárkodás, mert semmi nem gyullad ki gyakrabban, mint a másik. Csak ugye ez egy akut probléma, és erre tök jó rámutat. Most tavaly volt ugye az M0-áson égett egy villanyautó, kigyulladt, és hosszú-hosszú elnyúlt egyszerűen az oltás, meg az útzár, azért, mert folyamatosan újra fellobbant, és nagyon-nagyon sokáig oltották. Hát nézzétek meg most Franciaországban, ott Toulouse mellett égett 900 tonna lítium aksi. Kigyulladt egy újrahasznosító üzem. Azt 48 órán keresztül 70 tűzoltó oltotta. 48 órán keresztül folyamatosan locsolni kellett vízzel. Az nagyon-nagyon sok víz, meg nagyon-nagyon sok mérgező gáz jutott a levegőbe. Ez mondjuk egy érdekes kommunikáció volt, mert látod a videót, hogy hömpölyög és sűrű fekete füst, akkor azért el tudod képzelni, hogy valószínűleg az nem hegyi levegő lesz, hanem egy kadmium, meg minden egyéb dolog, ami a levegőben. Nagyon sok nikkel-kadmium is volt ott, nem csak litiumia. Majd utána kiadtak egy kommunikét másnap, a Reuters lehozta, hogy nem kerültek mérges gázok a levegőbe. Hát az előző nap, meg akkor az a fekete minden, valószínűleg, ha egy lítium-ion feldolgozó üzemég lánkkal, amit két napig oltanak, akkor szinte biztos, hogy nem került mérges gáz a levegőbe. Szóval azért kicsit hülyének nézik az embert. De mindegy, a lényeg az, hogy nagyon-nagyon víztakarékos, és meggyorsítja magát az oltást. Óriási, ez Pistám, annyira túlfutottunk már, de köszönjük szépen ezeket a finom híreket, és hát ugye a tavaszi automosások előtt ezeket a tippeket is. Köszönjük nagyon szépen. Nagyon-nagyon fontos. Ne karcoljunk, hanem óvjunk és védjünk. Jók legyetek. Helyes, te is. Köszi szépen. Máj Pista. Szia-szia. Fél tíz elmúlt 2 perccel üzenik még, hogy alig várom, hogy Pistát halljam, annyira imádom hangját, puszi Kati Monorról, illetve Pistának igaza van, motormosás, Fiat Marea 2000-ben, utána injektorcsere. Aha. Egy ilyen motormosás én után. Alapból nem ismerném. Oké, okay, köszönjük szépen, a mai nap legjobb pillanatai következnek, hát ez a kis játékunk volt. Igen. Igen, megláttuk Bobby Mercét, és azonnal azt mondtuk, gyerekek, ide kvíz kell. 10 óra lesz 2 perc múlva. Egy jockey idézett, Laca Biáról idézi őt, azt mondja, sosem mondj igazat, ha hihetőben hazudhatsz. Nagy bölcs volt, nagy bölcs volt. Nagy bölcs volt. Nem ismerem az idézetet, de tetszik. Jó. Nagyon jó volt ez a reggel, Dallas Quizen begörcsöltem a rögéstől. Zsaru, aztán párommal mindig titeket hallgatunk reggel, nagyon jó veletek kezdeni a napot, sok puszi nektek, és jó munkát a páromnak, Máténak, üzeni Anna. Hajrá, köszi. Kedves. Szervusztok, Gábor vagyok, az aszfaltos, köszönöm a játékot, még egyszer csodálatosak vagytok, Rock'n'Roll. Nagy jó fej. És sziasztok, bocsi, légy szíves, áruld el a száraz tisztító nevét, vagy a beszerzési lehetőséget, köszönöm egy márka társ István Pécsről. Nem tudom fejből a nevét. Hát meg ott a Google szerintem, tehát lehet. Hát én is úgy kerestem rá, így van. Rákerestem, láttam különböző márkákat, megnéztem YouTube videókat, és aztán egy külföldi forrásból megrendeltem, megérkezett és bevált. És a Gyuri ki akar jönni megnézni ezt az ez egész procedúrát. Hogy ezt megmutatod nekem majd, ezt nagyon kíváncsi vagyok. Ilyen keresztfülbe volt, nem tudsz az, mint a Horst Fuchsnak, ami volt? Horst. Tudod? Horc. Hát ha veszel nekem egyet, amúgy is most valami ajándékot kaphatnék tőled. Hát közeleg a születésnapod. Köszi a tippet. De arra, hogy nehogy valami gagyi legyen Zuglóból. Ne. Ah, Gyurit ismered. Csak és kizárólag. Zugló kívüli lesz. Még kijebb. Jön Vágó Piros, hogy láttátok őt? Én nem is láttam. Ilyen olyan, mint te. Úgy láttuk, nem is az, láttuk. Hanem, hogy mi van rajta, hogy néz ki, milyen hatással volt rád. Én láttam, és mégse tudom.
Jó, a gyerekek, nem ennyire észrevehetetlen azért a piros necsináljátok. Valószínűleg egy pulóver meg egy szoknya. Hát, ebben szokott. Lebecsülöd ezt a dress? Nem. Jó, én szeretem valahogy felhájpolni, de hogyha nem nyújtotok segítőkezet ehhez, akkor most legyen, jöjjön piros osztáló. Milyennek képzeled? Ez jobb lesz, mint amilyennek ők nem látták. Mesterennek. Oké, okay, ez meg vagyunk szerintem alakult. Ennél nagyobb hype-ot nem adhattál volna. Milliók kapták fel a fejüket. És mi jövünk vissza holnap reggel 6:08. Viszlát.